Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szerda van. Ez se egy könnyű nap, de valahogy túl leszünk rajta. Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Itt vagyunk, hello! És még sötét van. Ez szörnyű. Mi van? Nem aludtál? Tényleg az. Ez se egy könnyű nap. Hát a szerda, hát nem a szerda az mindig az ilyen. Tényleg. Ez mindig. Ja. 8-ig minimum, még aztán már kifele megyünk. Ami meg egy kicsit a péntek is, ami nem jó. Aha, de nem, a péntek az már jó. Az már jó. A péntek az már rendben van. Az áthúzza már. Áthúzza már az, az a lendület, amit a hétvége rejteget magában. Uh-huh. Nem? Ez a lagzi-lagzi sztori, ez nagyon kemény. De? Az. De a lagzi-lagzi sztori az ennél az még keményebb. Oké, de... Arra, de hát még nem erre is. Az ártatlanság véleme azért neki is jár. Nem tudjuk, hogy igazából mi történt. Állítólag azt állítják meg, nem erősített információk szerint, hát hogy úgy pénzbe kerül a gáz, a villany és a víz is, és ez most így meglepetés erejével hatott. Azt hitte, hogy fizetik helyette egyébként szerintem, mert hogy most ugye három embert vittek be. Na jó, de hogy van az, hogy mindig az lopja az áramot, akinek sok pénze van? Tehát ez... Mondd meg te! Mit tudhatunk mi erről? Nálatok mi a helyzet? Figyelj. Én nem merném ezt megcsinálni. Lehetne rá lehetőségem. Lehetne rá lehetőségem, illetve pontosabban lehetett volna rá lehetőségem. Volt egy szaki, aki azt mondta, hogy okosban megcsináljuk. Volt szaki. Mindig aki, van egy mindig van ember, szaki, és ő elmondta, hogy van ember, van cucc is, amit akarok. Friss plomba kiló számra. Számoljuk már ki, hogy egy évben mennyit spórolok, és mit bukok, ha ez kiderül. Ja. Tehát, hogy nincs az és az Isten, mennyire hogy nyomorult lenne, érted? Felépítesz egy brandet, van-e mögötted egy élet, érted? Tisztelek, szeret, ismernek, tudod, van egy presztízsed, és akkor ezen csúszol el, és ezt fogod hallgatni egész életedben. Ja, itt jön az, aki lopta a vizet. Nem merném megcsinálni. Ő mágnes ezt meg a most órát. Őt ezért vették őrizetbe. Állítólag. Bár fura, mert ezért valakit nem tartóztatnak le. Tehát azért ez fura, ez egy szabálysértés, elindul, megkapod, meg hitelesítik az órát, pénz, megbüntetnek, de nem mennek be a rendőrök a házadba, és visznek el. Hát itt valószínűleg akkora az összeg már. Igen, egy tiszatonyi mennyiségű. Tudod, hogy ez nem csak az ő kis lakás, azt mondom, valami lakóparkról volt szó. Ja. Amihez köze van neki, és akkor, hogy az egész lakópark. De azért kikerül magadnak, nem? Ki, de nem is tudom. Egy éven keresztül az embereket szolgáltat, hogy legyen vizet. Sok bánat mellett egy kis örömük is, és jól érezik maguk is, akkor még azt a kis vizet is sajnálják tőled. Ő csak rezsicsökkentett tulajdonképpen. Igen. Ment a vezér után. Nem? Igen. Na mindegy, hát egyelőre nem. És tényleg az ilyen lehet. Sajnálja lenne, hogy... Ne haragudjanak. Tisztelt bíróság, én csak a rezsicsökkentést toltam. Nem tudjuk, hogy mi a helyzet, mindesetre, de ugye hát őrizetbe vették, állítólag a feleségével együtt, áramlopással gyanúsítják a zenész, de hát ezek még csak ilyen bulvár értesülések, úgyhogy ma már talán erről több mindent tudunk, majd mindenesetre meglepődtem. Sokat kell lopni ehhez. Kedves nejje, hogy keveredheted bele? Igen, meg nem biztos, hogy elviszik a nejedet is, hát szóval ugye fura az egész ügy, na mindegy. Maga kicsoda. Hát a fene. A jó, maga is jön. Azért ez kemény. Mi a gyerek? Jöjjenek ők is. Jöjjenek ők is. Reméljük, hogy lehet, reméljük egy tévedés, mert egyébként mi kedveljük. Igen. Nem szeretjük, nagyon kedveljük, hát biztos kiderül, hogy... Kedves rendes ember nincs vele, gond hogy ártatlan. Azt a műfajt, nagyon jól csinálja, amit csinál. Így hibátlanul, hát azt hibátlanul. Ja. Hogy van az, hogy néha rengetegen vannak az úton, néha meg senki nincs, ezt magyarázza meg nekem valaki, és nem tudtam még megfejteni, hogy ez melyik napszaktól, vagy melyik naptól függ, mert teljesen random módon. Ma melyik volt? Sokan vagy kevesen? Ma annyian voltak az úton, mintha legalábbis reggel 6:30 vagy 7:45 lett volna, vagy mit tudom, 4:45. Lépésbe lehetett haladni a Szerémi úton, ami azért egy kétsávos út, ott van egy zöld hullám, egy laza 80-at tudsz diktálni. Annyi autó volt, hogy délután látok ennyit. Annyian voltak, mint az oroszok. Annyian voltak, mint az oroszok. De hogy van ez? Ez mitől függ? Hogy ez csak többen merül autóba, vagy ma több elintézni valója van az országnak? A tegnapi dugó, ami gyakorlatban egész napra offolta a főváros. De tegnap senki nem tette le az autóját, kívül engem szinte. Jó, azért mondom, hogy de ma megtudták, hogy ma már ennyi, hogy ma már te se fogod letenni, ezért elindultak korábban az meg nem lehet, hogy bevillantották megint ezt a izét, ezt a délután már egy kicsit lehet, hogy rossz idő, meg talán még esni is fog, vagy ilyesmi, aztán beindult ez a, vagy hívják,
négy kerekű esernyő. Én nem tudom, pedig minden nap figyelem a forgalmat, és próbálok rájönni, hogy hétfő, oké, pénteken azért, de ilyen teljesen váratlanul. Egyszer csak rengetegen, és aztán két napig néma csend, hullaszág, és senki, sehol. És aztán te nem indultál máskor? Egy picit, nem, én a szokásos időben indultam. Én egy-két percesekben nincs eltérés. Aha. Órában ma, amíg hétre jövök, meg forgatok, vagy dolgozom, vagy valami, akkor ott érzem. De ez a hat óra, ez meg felfoghatatlan. Nem értem, nem tudok rájönni. Nem lehet, hogy a szerdának szól? Szerintem vannak olyan napok, szerintem a szerda is ilyen. Nekem ma reggel például ilyen volt, de hogyha visszagondolok így a múltba, akkor egy csomószor fordult elő, hogy itt egy picit nehezebben kelsz. És akkor nem lehet az, hogy akkor most ezért, most akkor gyorsan, most kocsival megyek, mert egyébként nem érnék be, vagy ilyesmi. Aha. És tehát ők egyébként busszal járó emberek, csak szerdát mindig egy kicsit elalusszák. Szerintem szerda a késős nap. Tehát holdponton vagy fáradt vagy, és előveszed a kocsidat, és inkább ész autóval. Nekem nincs energiám, nincs türelem, hogy most buszra várjak, vagy a metróra, vagy a hévre, vagy a nem tudom, inkább megyek autóval. Nem lehet. Annyira jó volt ma beülni az autómba, annyira jó volt, és azért kell néha az embernek tényleg kilépni a komfortzónájából kicsit, és kipróbálni azt, hogy milyen vonatozni, és állni egy hideg megállóban egyedül, és bízni a mávban, hogy másnap tényleg értékeled azt, amit van. Mert tök természetes, hogy az ember beül az autójába. Teljesen természetes. Autód van, vezetsz, nem? Én nem magamhoz el minden nap egy halkibát. Én ma olyan kélyes, borzongásos, hidegrázós, üléssimogatós hangulatban ültem be, és mondtam, hogy úristen, azért ez micsoda kényelem, amiben az ember már tényleg bele se gondol. Nem flancolás, csak nem gondolsz bele. Tehát ha van két lábad, nem gondolsz bele, hogy milyen nem lenne, nem? Ha le tudsz feküdni úgy, hogy nem vagy éhes, nem tudod, hogy milyen az, amikor éhesen kell lefeküdni. Mert természetes, hát az ember így működik, hát gyarló, de így működik. Ha kimentem, így simítottam a motorházat, és tényleg volt bennem egy úristen, de jó, hogy van autó. Annyira örültem neki. Az egy puszit a volánnak. Nem viselt meg a tegnapi nap, és tök jó volt, és szerettem, és vonatoztam, tehát egyáltalán nem volt vele baj, negyed annyira nem burva, mint amennyire az ember ezt hiszi. Legalábbis az elővárosi vonat. De hogy beleültem, és kicsit fáztam, és akkor bekapcsoltam az ülésfűtést, és azt mondtam... Nem volt kallerstressz. Kallerstressz, meg hogy úgy mobilis vagy, és hogy van egy autó... Wi-Fi? A kocsiba? Aha. Hát volt nálam most egy olyan német autó, amiben már van Wi-Fi. Nem hamisították. Igen, volt nálam egy Audi. Viszont a 40-szeres a káros nyelv kibocsátása. Volt nálam egy új Audi, és gyerekek, van benne Wi-Fi. A rohadékon. Azért az milyen? Hogy wifi van a kocsiba. Igen, az a Volkswagen Story is. Ez wifi van a kocsiba, és akkor felajánlja, hogy csatlakozz fel a saját kocsi, saját rendszerére. Azt mondtam, hogy azért az már kemény. Az már kemény. Vezessé, te ne wifizzé, vezessé. Na, az meg a másik, hogy mi a fenének. Hát nyilván az utasoknak jó egyébként, de mondjuk a sofőr bácsi, ha közben wifizik, akkor az nem annyira okos. Az nem túl jó. De mi van megint az angol beteg? Mikor ez ma van, hogy kellett egy kölcsön autó? Ez jó. Ez csak odaadták. Ez csak elhoztam egy pár napra. Nem, de mi lett a másik? Nem, otthon nem volt wifi azért. Ugye, nem tudtak wifi-t szerezni. Hát itt van, de kocsival együtt. Jó, legyen. Na jó, akkor. Jó az. Mi lett a másikkal a régivel most? Melyikkel? Tettél róla, hogy hát tudod, a régivel. A régi automa? Aha. Ami új volt? Tettél róla, hogy elveszítsék a fonalat? Mert hogy eltüntettem a szervizlapot, vagy mire gondolom? Hogy ne tudjanak utol érni. Megsemmisítettem mindent. Bementem a szakszervizre, kiloptam a kartont, és elégettem. Minden nyomot. Még ott. Lelocsoltam benzinnel. Nem eladtam. Rájöttem, hogy sokkal boldogabb vagyok egy sokkal olcsóbb autóban. És ezt most tényleg nagyon szeretem, és negyem annyiba kerül. Igen, mert ez megy. Megy, kényelmesen, jobb, és szinte negyed annyiba kerül, mint az a nagyon drága. Úgyhogy maradtam az angolnál, csak annak az újnak egy régebbi verziójával járok most. Ami szerintem még talán szebb is. Nekem jobban. Azért tud lemondani ezt a fiú, tetszik. Látod? Hát. Lemondás az életed. Az igazi gazdagság nem az, hogy van pénzed és megvehetsz egy jó autót, hanem az igazi gazdagság az. Írjad csak tolla. Várj, hogy... csicska. Ha a csicska megvan, nem az élet kemény, te vagy csicska. Igen. 2015-3. Ez mindig jusson eszedbe, amikor rá akarsz gyújtani. Nem az élet kemény, Feri, te vagy csicska. Jó? Ez levegén eszedbe. Vagy leszel a végén, de ez még. A második. Nem az az igazi gazdagság, amikor van pénzed és megvetsz egy jó autót, hanem az az igazán gazdagság, amikor van pénzed, de már nem akarsz túl jó autót venni. Aha. Érted? Nem kell. Mert már nem érzed azt, hogy ez olyan brutálisan nagy státuszszimbólum, és hú, de boldog vagyok ebben a sok-sok milliós autóban. Nem. Boldogabb vagyok ebben az autóban. És tényleg jó egyébként. Tudom, hogy hívtad?
Mit mondtál rá? Kegyes szállító, vagy mit? Valami mondtál rá valami hasonlatot? Összetaposott teljes doboz. Teljes doboz, a teljes doboz. Élére esett. Teljes doboz. Kicsit így benyomta az orrát, azt megmondjuk. Figyelj, nem zárom be. Nem érdekel, hogy föl van-e húzva az ablak. Az előzőt se kellett volna bezárni, mert ember nincs, csak ezt elviszi. Ne, ezek benne. Magas labdák, én ugye mondanám most. Nincs benne nagy riasztó, tehát ez semmi, semmi. Nézd meg ezt a kulcsot. Ez egy riasztó, semmi. Semmi nincs benne. Maga, hát a gyári riasztó benne van. Igaz. Nem hiszem, hogy ezt nagyon vinnék, ezt a márkát. Ne, kutyának nem kell. Hát ugye, hogy a sarkon úgyis megáll, úgyhogy ne. Ezt nem veri elvinni. Kilopnál egy hullaszállítót. Jó, szeretem, tényleg jó. Na, mi van a dohányzásra, hogy vagy? Jól, valami hihetetlen fáradtság van rajtam, de igen? Tök érdekes, de hogy így nagyon el vagyok fáradva, úgyhogy tegnap már azt hiszem 10-kor a gyerekek előtt egy picit 8:30-9-ig aludtam, így megúsztam a fürdetést is, pici a mese, és utána együtt elmentünk aludni. Mára viszont én tök tisztán ébredtem. Tehát, hogy most még annyira sincs bennem az a kínzó vágy, ami megvolt tegnap előtt, most már 2 napja vagyok, nem dohányzó! Ennyi? 2 nap után már kínzóvás sincs? Hát most nincs. A nagy hiszti, most nincs. Béka jelezte, hogy jó lenne, ha elköltöznék 1-2 hónapra, amíg ezen túlesek. Tehát valószínűleg azért valami van. Ő úgy érzi, hogy picit ingerültebb vagyok. Picit érzékenyebb reagálsz. Erre-arra kicsit fölkapom magam. Eltűnt a dohányszag. Előjött minden, amit a dohány eddig elnyomott. Igen. Jönnek az ízeken, hamarabb vagy fönt a 4-en, jobban áll a cerka reggel, van valami? Azok igen. Igen? Aha, a lift egy kicsit gyorsabban. Nem, ha kíváncsi vagy rá, egyébként nyilván nem, de tegnap elmentem futni, megint. Mert ők kergettek, vagy mi? Nem, csak tudod, ilyenkor felszaladnak a kilók, meg minden, mondom. Az így is, úgy is. De azért, ha egy kicsit teszel ellene, akkor lehet, hogy ezt azért meg lehet állítani. Fussanak a szegények. Az is igaz, így van, de hát nekem még ilyen autóm sincs, mint neked, ugye? Nekem egy nagyon rossz régi. Nem azért futtam, mert ilyenek valahol. Viccesen, miért kell rohadni? Üljél kocsiba, menjél. Nincs kocsi, de indulj időben. Azt hittem, hogy ez elkopott, mert 80-as évben mindig ez ment. Ha munkások mellett futottál el az utcán, akkor mi van, kergetnék? Nincs kocsi, csak... Na mindegy, elmentem futni, és... Úristen, én nem akarok egy ilyen világban élni. Akkor ahol a Feri fut, ahol a Feri nem cigizik és fut. Hát ez te lassan húst kajász, én meg szerény leszek, vagy mi? Nah, nem, komolyan. Nem, azt nem viszont. Kezdünk kifordulni önmagunkból. Nem egy jó világ ez. Nem egy jó világ. Na, a lényeg az, hogy szebb ma a reggel. Tök jó. Na jó van. Tök jó. Szóval meglátjuk. Ilyen ízlelés, meg szaglás az nem. A cigi szagot érzem. Tök érdekes, hogy eddig nem szagnak éreztem, hanem jó dohány illatnak, és most már... Ezt már mondtad, igen, hogy valahogy megcsap. Után egy kicsit így megcsap, hogy az büdike. De lehet, hogy ez is csak ilyen védekezés az agyamtól, hogy azt mondja, hogy miért ne gyújts rá, azért, mert büdös, azért nem gyújtunk rá. Ma reggel mondom már nyugodtabban, tisztában. Elolvasod az Ellen Kerr könyvet? Olvasgatom. Hát, ugye nincs benne olyan nagyon nagy átütő? Nincs benne nagy átütő, de ha belegondolsz, akkor pont az van, amit a legtöbben rosszul csinálnak, hogy azt mondja, hogy ne azért szok le, hogy ne dohányos, hanem azért szok le, hogy mennyi pozitív, hogy ne legyél dohányos. Hogy tök érdekes, kétféle megközelítés van, és hogy a bilincset maga a cigi adja, ez igaz, de hogy a hiánya adja. Tehát egy olyan állapotot szüntetsz meg, ami tök természetes, mert te nem dohányzol, soha nem is dohányoztál, ez az alap. Én elkezdem a dohányzást, akkor nem annak örülök, hogy cigizek, hanem azért kezdek el cigizni, hogy ne legyen a nedohányos állapotom. Kicsit ilyen faramúci. Azt már nem értem, Gecó. Nem baj, majd elolvasod a könyvet még egyszer. Úgyhogy nem rossz a könyv. Valamit mond, de nem értem. Szóval jó a könyv, jó? Jó. Jó, könyv, majd meglátjuk. Még nem fejeztem be, nem vagyok a végén, hova siessek. Mondjuk nem kell. Én már egy idő után mondjuk okafogyottá válik, hogy elolvast, érted? Tehát már leszoktál. Elolvasom, miért szoktam le? Hogy csináltam? Most elolvasom, hogy csináltam. Hát azért a 2 napos leszoktam, még azt nem mondjuk, hogy leszoktam, de egyébként jól vagyok. Vasárnap este óta nem. Értve, akkor nézzük az utolsó cigimet itt bent hétfő reggel, az most volt 2 napja. Tehát 2 napja akkor nem. Mert hétfő kedd, ugye? Igen. Jó, de nem kell veled találkoznunk félémúlva, hogy Vega Fesztiválon. Az és oda megjönem, az arcként. Biztos nem, ne. A férfi, aki megedett. Az már tényleg sok lesz. Az feldolgoztatott nem lesz. Nem tudom elengedni. Gyönyörű császárhúst sütöttem tegnap, úgyhogy. Az mi? Az mi a császárhús? Nem érdekes. Mert én mindig így kapom a vacsorát. Este. De az más, a császárnak egy kis hús. Köszönöm, asszony, hogy a császár hús. Biztos, hogy nem, mert azt nem enném. A vacsorája, milord. Igen. Na.
Úgyhogy így. Úgyhogy ez van. Jól van, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap gyorsan. Közben mondjuk, hogy lehet jelentkezni játékra. Aki játszana velünk az e-mail SMS-t, hogy állunk játékkal? Elég jó, 2-0-ra visszük a hetet szerintem. Igen? Tényleg? Azt tudom, hogy tegnap óvtunk. Régen óvtunk, de tegnap valaki passzív volt. Na, úgyhogy jönnek a tegnapi nap legjobb pillanatai, nem az egész, csak egy pici. És utána jövünk vissza, ahogy mondtam, ha jelentkezzétek játékra, akkor írjatok nekünk SMS-t, mi pedig jövünk majd az ismétlés után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és azt hiszem, hogy a 10-es úton a szokásosnál is nagyobb torlódás van. Edit küldte nekünk, köszönjük szépen. Na most akkor mi van már tényleg? Feléd is tele volt az út, amerre mondom, mondom, most. Nagyon, nagyon nagy dugó volt már reggel is. Lenyomlak benneteket, mint MOL a benzinárat. Ezt Macika küldte. Legyen így. Köszönjük szépen. Lenyomlak, mint a Volkswagen. Így van. Lenyomlak, mint a Volkswagen. Milyen értékeket? A Volkswagen a Deutsche Börsét. Az gyerekek, az nagyon kemény ez a Volkswagen sztori. Kell nektek német autó. Na, majd beszélünk róla egy kicsit. Azért ez világméretű tényleg. Szóval, hogy ez nagyon nagy, nagyon kemény. Nagyon kemény a dolog. Na nézzük meg, kivel játszunk, jó? Ki a hét utolsó előtti játékosa? Mert már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia! Kati, szia! Honnan hívtál? Sziasztok! Minket? Én Cseperről hívtelek. Cseperről? És mit csinálsz Cseperem? Ott lakom. Na, de a utcán vagy, azt hallom, nem? Igen, tartok a munkahelyem felé. Ja, azt hittem, vagy nagyon húzatos a kecó, mert hogy van egy kis szia. Mit dolgozol? Én ügyiratkezelő vagyok egy kormányhivatalban. Ügyiratkezelő egy kormányhivatalban. Kartorozott kell az iratokat rendezgetni? Hát igen, meg előszedni, hogyha keresnek valamit, visszarakni, hitelesíteni, ilyenek. Nem sikerült még digitalizálni az állományt? Tehát még tényleg kartonozás? Folyamatban van. Mindig ezt mondják, folyamatban van. És akkor egy idő után már nem kell lesz majd, mert hogy digitálisan csinálnak mindent? A gépeket is kell kezelni valakinek. Ja, a gépeket is. Nem mondd el senkinek a belépőkódot, akkor megvan a munkád. A titkos. Kati, kivel szeretnél játszani? Balázsra. Nagyon jó ötlet. Nagyon jó választásnak érzed ezt? Én igen. Én igen. Na nézzük meg, mire megyünk egymással. Jó játékos vagy, Kati, mire készüljek? Szerintem nagyon jó vagyok. Nagyon jó vagy? Remélem. Na, szeretem, ha valakinek van önbizalma. Az kell ez a játékhoz. Ha már eleve meg vagy rettenve az elején, akkor vége van szerintem. Hát, ja. Jól van, lenyeltem még egy korty kávét. Jani? 3, 2, 1, fire. Na, itt vagyok. Gondolom szeretnék, Kati, kérdezni, te egy olyan lány vagy. Szeretnék természetesen. Meséljen nekem erről a vonatozásról, hogy milyen is volt ez pontosan hát, neked. Hát, mindent elmondtam, amit lehetett, és benne volt az ismétlésben is, amit ma szerintem hallhattál. Többet is ki tudsz belőle hozni. Az utastársakról esetleg, hogyha láttál valakit a vonaton. Az utastársak? Az utastársak aludtak, álmosak voltak, és mindenki bambult maga elé, meglehetősen. Szerinted miért voltak álmosak? Este későn feküdhettek le aludni? Hát, gondolom, lehet. Meg hát a koránkelés. Az is biztos sokat számít. Te is korán szoktál kelni, nagyon? 4:30-kor szól az óra. Te mikor kelsz? Én 5:00-kor. De miért kell olyan korán kelned? Hát, mert nekem van 2 gyönyörű kisfiam, akit el kell készíteni ahhoz, hogy elinduljunk az iskolába, meg az óvodába. Van 2 kisfiam? Bizony, van 2 is. Hogy hívják őket? A nagyobbik a Tamás, a kisebbik a Dániel. Szereted őket? Imádom, ők a mindeneim. Gyerekek, ez jó volt. Ez a régi időkre emlékeztetett ez a játék. Ez jó volt. Nagy, ez egy egymásnak feszülős, nagy titánok harca. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm. Te is ügyes voltál. Köszi. Tényleg jó volt, de mindenki. Ez jó volt. Nyomtátok, nem álltatok. Olyan volt, mint egy jó teniszmeccs. Legalább annyira szeretek beszélni, mint te. Az jó, az sosem baj. Ügyes vagy, és ezzel meg is van az ajándékcsomagod. Abszolút megérdemelten, ez egy hibátlan játék volt. Köszönöm szépen. Jó, Kati, úgyhogy küldök neked az ajándékcsomagot, és köszönöm. Gratulálunk.
Köszönöm. Sziasztok. Ilyen, szia. Ilyen ritkán, vagy ilyen szépen ritkán jönnek. Puszi, csáó, köszi. Hello. Ez meddő arcoskodás volt a részéről. Nem volt gondolkozás, nem volt hezitálás, lökte a mondatokat, kérdezett. Jó volt, tényleg jó és volt. És még a Jolly Jokernek sem ugrott be. Na, szereted a gyerekeidet. Nem, az volt a végső, mondom, azt már elterveztem, hát, mondom, hát ha ott még az ellágyul, és akkor tudod, eszébe jut a két kisgyerek, Zolika és Petike, és akkor ott kimondja az igen, de... Tehát megingathatatlan volt. Na jó. Hát akkor mindegy. Ettől függetlenül 2-1 ide. Igen, többen írjátok, hogy ki mondta, hát visszahallgatjuk. Nem hallottuk. Nem hallottuk ki. Nagyon. Valaki ezt írja, hogy a végén kimondta, hogy igen, van 2 is. Meghallgatjuk, de szerintem ez most elvehetetlen. Ez most elvehetetlennek tűnik. És egészen ügyesen csinálta ezt Kati. Na, 50 szám, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Jó, friss közlekedésetek van, küldjétek. Jött egy, ami fontos lehet. Az M7-esen már a Török-Bálinti kijáratában a sor vége, tehát akkor ma is aszfaltoznak. Robert Károly körút, Lehel kereszteződésben rendőrintézkedés van folyamatban. És a 10-es úton a szokásosnál is nagyobb a dugó. Küldjetek közlekedés híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Jó reggelt, egy kis AC/DC után. Ha egyet hallottál, az összeset hallottál. Ez ebben a formában nem igaz, sőt, semmilyen formában nem igaz. Egy ilyet ideális akkor majd. Ez igaz, persze, nem tudok, de hogy nincs két különböző dobszólójuk, az is egészen biztos. De ráakadtak erre. És tök jó, de minden dalban ez van. Tehát most ezt próbáltam megcáfolni. Tehát, hogy tessék, na... A világon bárhol felismeri ezt a dalt mindenki, és de, az nem, összes nem, többi. Másról beszélsz. Tehát másról beszélsz. Én nem ezt mondom. Hogy nem is, én nem azt mondtam, hogy az AC/DC nem híres. Nem is azt mondom, hogy az AC/DC nem világhírű. De nem azt mondtam, hogy nincsenek slágereik, mert te most azt cáfoltad. Én azt mondtam, hogy ha az egyet hallottál, az összeset hallottad. Mert mindegyik számuk kicsit ugyanolyan. Tehát nem egy extrém virtuóz zenekar, hanem üti, megy a gitár, és nagyjából ez van. És vége. Ez nem azt mondom, hogy rossz, csak ez tök jó. De hogy ez picit kiszámítható. De... Kiszámítható, nagyon, nagyon kiszámítható. Tehát, hogy tökéletesen egy forma, ő magába azt szerintem meg lehet fordítani a dolgot, és azt lehet mondani, hogy ez egy pozitív, hogy van egy olyan zenekar, sőt, jó néhány ilyen zenekar van, egyetlen hangból rögtön felismered őket, hogy van stílusa az énekesnek, hogy van stílusa a gitárosnak, és rögtön tudod, hogy kiről van szó. Ezért tűnik úgy, mintha mindegyik egyforma lenne, de nem egyforma, tehát ha meghallgatod ezt, meg a Highway to Hell-t, például a két leghíresebb dalukat, akkor azok se egyformák. De az alaptempó az ugyanhatod. Hát ezt szereti, jó 120-as BPM arra ver a szívérted. És megvagyunk, igen. Hát, na, tökéletes egyébként, hogy tegnap volt a lovagregény valamelyik csatornán, pont belenéztem, és annak a filmek is szegény Heath Ledgerrel, ugye, annak a filmnek az egyik betétdala ez. Ez egy sok mi all night long. Akkor biztos azért rakta be a zenei szert. A blessed, lehet, hogy azért volna. Na nézzük a közlekedés híreket, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy az M3-osan a 190-es kilométernél a Budapest felé menő oldalt nem mérik, hanem a Nyíregyháza felé menő oldalon van lezárás. Most mentem el mellettük, Szabi küldte nekünk. A 31-es úton Budapest irányában mende előtt 4 autó ütközött, helyszínelés még nincs. Torlódás kezdődik, Pistu küldte nekünk, aztán az M7-esen már a Török-Bálinti kijáratában a sor vége. Szép napot! Baleset a Robert Károly körút és a Lehel kereszteződésében rendőri intézkedés folyamatban. Ez Balázs küldte nekünk, valamint a 10-es úton a szokásosnál is nagyobb torlódás van. Köszönjük szépen! A szokásosnál nagyobb, ott mindig torlódás van, akkor most meg nagyon nagy torlódás van. Óriási torlódás. Erre lehet felkészülni. M1-M7 rendben, normál hétköznap reggel. Az M1-M7 bevezetőjén? Na, erre mondjuk kíváncsi vagyok. Nem írta, hogy hol, tehát ez az is lehet, hogy mit tudom én, Siófok, vagy Pákhoz, nem tudom. Mindenesetre azt írjátok meg nekünk gyorsan, hogy zajlik-e még a betonozás, mert ha igen, akkor gyorsan megpróbál mindenkit leterelni az M1-M7 bevezető szakaszáról. Ott tegnap ugye aszfaltoztak, nem betonoztak, és... Hát brutális dugó volt. És ha ez most még megy,
akkor gyorsan tudjuk mondani, hogy bele ne szaladj, mert onnan nem tudsz már lejönni. Hát igen, csak merre sávban. Merre kerülsz egy M7-ről? Hát felesen, nem tudom, akkor bejössz az Egér úton, és akkor átmész a lány, valahogy, nem tudom. Hogy mi a jó megoldás. Na mi van ezzel a Volkswagen botránnyal? Hát ez elképesztő, hogy ez megtörténhet, mert azt gondolom, hogyha egy ruhaboltban hazudnak neked, vagy egy élelmiszerről állítanak valamit, azt megszoktuk. De azért egy ekkora világbrand, mint a Volkswagen, hamis adatokat szolgáltasson, megmanipuláljon szoftvereket, átvágja az amerikaiakat. És nem csak az amerikaiakat. És nem csak az amerikaiakat, hanem tulajdonképpen mindenkit. És világméretű vizsgálat van most ellenük, ez egész egyszerűen elképesztő. Mit hamisítottak meg pontosan? A szoftver adatokat, a káros anyag kibocsátása? Az a lényeg az egésznek, hogy amikor ezeket az autókat bemérik, amikor a káros anyag kibocsátásukat mérik, akkor gyakorlatilag egy algoritmus a gyári adatokat, azokat hozza. De valójában, amikor végül lesz ennek az egésznek, visszaáll az eredeti, ami akár a 40-szerese is lehet a káros anyag kibocsátásnak. Tehát gyakorlatilag meghamisítja az adatokat, de csak akkor lép működésbe. Amikor mérik. Amikor környezetvédelmi mérés van a Volkswagen személygépjárműnél, akkor egy szoftver beindul, és szépen lecsökken. Van neked egy gyári adatod, és annak gyakorlatilag 40-szerese a valóság. Tehát, hogy nem is kicsit több, hanem nagyon durván. És most 500 ezer autóban van benne, ez a szoftver. Igen, de... De valószínűleg nem. A Volkswagen legfrissebb közlése szerint, ezt már saját maguk mondják, akár 11 millió járművük is érintett lett benne. 11 millió. Higgyétek el, hogy körülbelül 2 hét, és megbukik egy másik autógyár is. Ezt most megmondom nektek. Hogy ez most egy olyan szintű lavinát fog elindítani, kiderül, hogy egyébként mindenki csal ezzel. Megbuheráltad Feri alfáját? Én nem lepődnék meg ezen, ha most lenne egy hatalmas nagy, tényleg összevont, brutális nagy európai vizsgálat, és nem csak a Volkswagen vizsgálnak, hanem hogy kötelezővé tennék, és kiderülne, hogy más európai autógyárak is csalhattak ezzel, és hogy ez egy rendszerszerű gyakorlat az európai autóiparban. Ezen én nem lepődnék meg. Tényleg nem. Én most erre nagyon kíváncsi vagyok, de szerintem bedőlnek még páram. Tehát ez most elindította. Ez azért érdekes a dolog, mert a világ legnagyobb autógyártó koncernjéről van szó, tehát ugye ide tartozik azért egy csomó más márka is, vagy az egyik legnagyobbról van szó. Európában a legnagyobb, az biztos. Igen, Európában a legnagyobb, de a világon is szerintem azért elég sok ilyen márka jelzésűt adnak el, és ha ő megbukik, akkor a többi majd itt bevallják, hogy új, én is csináltam. Nem bevallják, hát vagy ugye most mindenkit kivizsgálnak, nézni? Ugye most egy ilyen nagy európai összvizsgálatot akarnak hirdetni, és hát most mindenkit megvizsgálnak, vagy hát remélhetőleg mindenkit megvizsgálnak. Én csak mondom, hogy nem lepődnék meg azon, ha kiderülne, hogy az, amit egyébként mondjuk a próbapadon az autó tud, az nem ugyanaz, mint amikor te kimész vele a szalomból, és üzemszerűen használod az úton. Tehát, hogy egész egyszerűen ezeket az adatokat manipulálják, nyilván az eladhatóság miatt, a jobb értékek miatt, és azért, hogy pozitív színben tüntessék fel a márkát. Nem lennék meglepve, ha ezt nem hiszem, nehéz elhinni, vagy nehéz azt gondolni, hogy ezt most a Volkswagen kitalált, és ezt évek óta ők csinálják, és erről egyébként senki nem tud, semmelyik autógyár, és mindenki a valós adatokat mondja. Szerintem itt lesznek még érdekes fejlemények. Hát. Vagy lehetnek még érdekes fejlemények. Igen, csak itt ugye az arányok a megdöbbentőek. Tehát, hogy az, hogy van egy adat, amit elvársz az autótól, az alapján, a prospektus alapján, amit kapsz a kocsi mellé, és amit állítanak arról az autóról, és ennek a 40-szerese az igaz. Tehát, hogy ez a megdöbbent. Nem a 2-szerese, nem a 3-szerese, ami már önmagában durva lenne, a 40-szerese. A 40-szerese, igen. 37 ezer dollárral büntethetnek egy autót, ami azt jelenti, hogy ez akár ilyen 18-20 milliárd dolláros büntetés is lehet. De állítólag tudtak erről sokan. Tehát politikai vezetők, sokan tudtak erről, Merkel azt mondja, hogy ezt most ki kell vizsgálni, de hogy ebben állítólag nagyon-nagyon sokan benne voltak. Nagyon-nagyon sokan benne voltak, és nagyon sokan tudnak róla. Állítólag Berlin is tudott róla, Brüsszel is tudott a manipulációról, csak hogy nem derült ez ki eddig? Azt mondják szakértők, hogy meg német újságok is, hogy a német kormány és az Európai Bizottság is régóta tudta azért ezt. És nem volt egyetlen egy ember, aki ezt mondta, vagy ezt így kiszivárogtatta volna, vagy most hogy derült nem, ki? Nem, ők azt mondták,
hogy tudják, hogy az autógyártók rendelkeznek, nem csak a Volkswagen. De hogy mindenki csinál. Hogy mindenki, ezért szent meggyőződésem, hogy szerintem ez még csak a jéghegy csúcsa. Itt olyan bukták lesznek, hogy azt öröm lesz nagyon nézni. Durva, nagyon öröm durva, lesz nézni. Az a legdurvább az egészben, hogy ebből egyébként rengeteg kisember is nagyon rosszul fog kijönni. Azok az emberek, akik a hétköznapokon ott dolgoznak ezeknek az autógyáraknak a szalagjai, futószalagjai mellett. Mert hogyha ugye nincsenek megrendelések, akkor nyilván elbocsátások is követhetik. Nincsen profit, hogyha nincsenek azok a számok, amiket egyébként várnak az autógyártó cégtől, ha esnek a részvények, már pedig az utóbbi két napban 40%-ot estek a Volkswagennek a részvényét, totálisan a padlón van. Igen, hosszú távú befektetés lenne. Most kell részvény. Ez hogy derül ki? Tehát egyszer csak ez évek óta megy, évek óta zajlik, és egyszer csak valaki a Volkswagen egyik büfében köhög kettőt, és ez kiderül? Tehát ez mindig ebben ezek az érdekes kérdések. Ez hogy ebben a pillanatban, hogy évekig nem? Ez rendszer szintű csalás történt hosszú éveken keresztül, és ez most valahogy kiderült. Én nem láttam még ilyen felsővezetőt így nyilatkozni. Kiállt a pali a színpadra, a Volkswagennek vagy amerikai, nem tudom, értékesítési igazgatója, vagy a nagy Volkswagen igazgató, és azt mondta, hogy elcsesztük. Hazudtunk. Tehát, én nem mondott le egyébként, de elmondta. Igen, hazudtunk, megtévesztettük a vásárlókat, megtévesztettük a hatóságokat, rendbe hozzuk, elnézést kérünk. Nem tudsz nagyon mit tenni, ugye? Tehát mit mondjál? Most ne nyilatkozzál, vagy az se jó, hogy ha egyáltalán meg se szólalsz, de hát azért nem egy autógyárról derült már ki, hogy hazudnak. Ezt ők csinálják? Ezt a szoftvert, vagy ezt veszik valahonnan? Az is egy jó kérdés. Hát, hogy át tudja elkenni másra? Mi nem tudtuk, hogy ez így működik. A franciáktól vettük. Mert hogy egyébként most tapsol a konkurencia. Hát biztos vagyok benne, hogy a szegmens, aki ugyanilyeneket gyárt, körülbelül ezt a kategóriát, hát ott most nagyon. Én már gondolkoznék valami jó reklámon. Nem? Hogy valós értékek, valós autók, valós embereknek. Persze, hát ez most sokat fogyaszt füstöl, de ez legalább annyit füstöl és annyit fogyaszt, amennyit állítunk róla. Jó, azért az más kérdés, hogy azért az is mennyire álszent, hogy az amerikaiak sírnak, mint károsanyag kibocsátás, szóval azért ez is egy érdekes dolog, nem? Persze, hát megvezették a hatóságokat, de azért ő pont a nagy amerikai Egyesült Államok mondja, hogy milyen szemtelen ez a Volkswagen. És hogy hát a károsanyag kibocsátásuk, hát aztán a minden segít neki, mert ők aztán az olyan sokat tettek az elmúlt 10-20 az évben. Igaz, hogy az igaz, nem manipulálnak. Tehát nem ők felvállaltan azt mondják, hogy itt van, basszus, ez az autó, érted? 8000 köbcenti. Így van, fogyaszt is, izé is, van is miből. Na most lehet, hogy érted, lehet, hogy ott is csalnak, akkor képzeld el, hogy ott mi van. A 8000 egy gőzmozdulat. Igen. Tehát igen, ez most kinek az érdeke? Egy másik német nagy autóipari koncernnek? Vagy tehát ki az, aki ebből profitálhat? Hát mindenki, aki nem Volkswagen jelen igen, pillanatban. Amíg nem jön ki mástól is ilyen adat, vagy ilyen simli, addig mindenki kaszál rajta. Igen. De nem is tudom, kik vannak a Volkswagen csoportban, de Volkswagen. Audi, Skoda. Skoda, Audi Skoda. Seat. Igen. Talán a Porsche is. A Porsche is ott van, így van. Igen. Még valami presztízs. Akkor BMW-sek lehettek. Meg kell buktatni a konkurenciát. Ennek valahogy ki kell derülnie. Nem? Ez egy érdekes dolog. Belülről köpött valaki, vagy kívülről? Hát szerintem egyébként nem német volt, vagy nem másik német konkurens automárka, de szerintem ez az egész német autóiparnak rengeteget árt. Tehát, hogy itt azért a nemzetközi szinten is rengeteg konkurense van a Volkswagennek, más országoknak az automárkái is. A német autóknak szerintem rengeteget ártott most. A német autók presztízsének. Igen, akkor a japánok lehettek. Ha van olyan, aki ért ehhez, autószerelő, vagy ezzel a szoftverrel dolgozik, az csörgesse már meg minket, csak mondja már el, hogy pontosan hogy működik. Tehát honnan tudja a szoftver, hogy most mérünk? Igen. Jönnek az ellenőrök, mondja a szoftver a kis barátjának bent a Volkswagen autóban. Húzd össze magad, most mérünk, és a szoftver azt mondja, aha, most mérnek. Tehát a szoftver érzékeli, hogy rákapcsolnak valamit, egy külső hardvert, nem tudom, rátesznek az autóra. Ő érzékeli, hogy mérik, és azt mondja, hogy most kell csalnom. Kisgazdám azt mondta, hogy most csaljak. És a szoftver elkezd csalni. Tehát érzékeli, hogy én tök hülye vagyok ez, nem tudom. Én most csak logikusan próbál gondolkodni. És ha mert ugye mi van, fölhajtod a motorháztetőt, rányomsz már egy szoftver, tehát motordiagnosztika, stb. Számítógép alapján megy. A szoftver tudja, hogy ho-ho. Emlékszem, mit mondott kisgazdám az autógyárban? Csajok! Ha mérnek, akkor csalnom kell. És akkor a Volkswagen tudta, hogy csalnia kell, nem? Plusz fölvetődik még egy hogy kérdés, van ez? Várjatok, hogyha egyébként ez az autó ezzel a szoftverrel tud olyan mértékeket,
produkálni, vagy értékeket produkálni, ami jó érték, akkor ezt miért nem produkálja 0-24-ben? De nem tudja, mert igen, nem az érték jó, ami kimegy, csak a szám jó. Tehát ő nem az értéket produkálja, hát hanem... De ilyenkor bedugnak a kipufogó csőbe egy fú, de hülyék vagyunk autóból. Hát dehogy, ne. Én voltam környezetvédelmi mérésen. Igen, ott bedugnak valamit a kipufogódon. Hát az ott megméri konkrétan, hogy mi jön ki a kipufogó csövetből. Tehát ott van egy adat. Tehát akkor a szoftver azt mondta, hogy csalok, de csak akkor, ha mérnek? Egyébként dögölje meg az emberiség, kigét szétszennyezem őket? Nem. És egyébként ő tudja mindig ezt az értéket. Na jó, valaki telefonál. Segítség! Meg. Rengeteg autós műsor van. Hogy hívják az Istenes Bence apukáját? Ő lenne a legjobb nekünk, ő zseniális autó. Istenes bácsi. Istenes bácsi. Ha Istenes bácsi hallgat minket, mondjátok meg, hogy keressük. Tényleg, a legnagyobb, neki volt egy rádiós autós műsora, imádtam. Zseniálisan ért az autókhoz, tényleg. Brutálisan jó. Vagy akinek autós műsora volt. Á, mellettem álló kupé az év slágere. Jó, hát most igen, azt a sálat én is levetetném róla, de egyébként nagyon ért az autókhoz. A Bencéhez van egy számunk, akkor az apját kérdezzük már meg, hogy fönt van-e, mert ő tényleg nagyon, nagyon vágja ezt a dolgot. De jó nekünk tényleg bárki, aki elmondja, és följön az 555-55-00-át, hogy miről szól valójában ez a botrány. Hogy történik ez a mérés? Honnan tudja a szoftver, hogy őt most mérik? És akkor miért nem tudja azt az adatot mindig szolgáltatni egyébként Feri kérdésére? Tehát a szoftver azt mondja, hogy felnyitották a motorháztetőt. És ugye? Akkor csal, igen, és akkor csal. Aha. Érzékeli, hogy felnyitották a motorháztetőt. Hát azt lehet, ugye, mert akkor egyébként ő mondjuk nem engedi elindulni a kocsit. Nem, azt hiszem, vagy... nem egy ilyen mechanikai dologra reagál. Tehát, hogy inkább ott arról... Ez nagyon primitív lenne. Felnyitották a motorháztetőt. Nem, meglátott egy fehér köpenyes ember. Felnyitották a motorháztetőt, mert ott rá kell. Megérezte a szakszervíz szagot. Hoppácska, a szakszervíz van itt a közelben. Itt biztos mérés lesz, ott egy szakszervíz. Érzem az illatot az orrocskámmal. Hallom, majd dübörög az a műszer, amit ide tolnak négy kerékre. Anya, egy kis gazdám, de azt mondta, most kell csalnom, akkor már is csalok. Szóval, hogy tényleg segítsetek nekünk, hogy honnan lehet ezt tudni. Valaki elküldte nekünk a Győri Audi gyár kommunikációs igazgatóját. Laci, őt is megpróbálhatod, ha akar nyilatkozni. Nekünk bárki, ott készülnek a legnagyobb motorok, ugye? Győrben például. Tehát, hogy... Lehet, hogy érdemes lenne. Hát érdemes meg egyáltalán lenne. Nem mindegy egyébként, hogy őket hogy érint ez a botrány. Egyáltalán nem mindegy. Már csak az ott dolgozó honfitársaink miatt sem. Hát az nem tudja egyszer, hogy a honfitársakat érintene. De hát majd kirúgják őket. Hát gyakorlatilag most gondold el, hogy hány ember fog majd egy másik márkát választani emiatt a botrány miatt a következőkben. Mert azt mondja, hogy persze, tehát hogy engem igenis érdekel az, hogy milyen paraméterei vannak az autónak, meg itt a bizalomról engem van szó. Nem. Állítanak valamit arról a kocsiról, és az nem igaz. De ahogy ez nem igaz, úgy nem lehet rá igaz más sem. Ha 272 lóerőt állítanának, és 250 lenne, nagyon bántana azt, hogy komolyan, most nem vagyok álszent. De nem beszélek én is. Nem, azt mondom, hogy a bizalom, hogy ezek a paraméterek ugyanúgy meglehetnek, hamis. Nem fejeztem be, hogy, az, hogy nem érdekelne, hogy ha a káros anyakibocsátás milligram, gram per kilogram per köbcenti, és annak mondjuk az ötszöröse, vagy a tízszerese. Tehát én kevésbé nézem ezt egy autónál, amikor vásárolok. Tudom, ez az én hibám, de én ezt beismerem, hogy túl megnézem euróhányos motor. Ezzel nem vagyunk beljebb, hogy beismerem. Tudom, hogy pokorra kerülök ezért, de még sose vettem úgy autót, hogy megnéztem volna, hogy mennyi a károsanyag kibocsátása. Tudom, hát vannak hibáim. Megbízom abban az euró nem tudom hányos motorban, és azt mondom, hogy ez biztos határérték alatt van. Hogy kiábrándulnék egy szeretett márkából, ha mondjuk a károsanyag kibocsátásról más szám jön, azt nem tudom. Nem vagyok benne biztos. Hazudtak neked. Morálisan hazudtak bármi másban is, érted? Lehet, hogy ez nem is vajbőr. Igen. Vagy próbálj meg a Winklert elérni, hát ha ő is fönt van, mert ő is nagy autós szakértő, ő is tud nekünk segíteni. Jó, hogy kicsit gyújtsatok nekünk fényt a fejünkben, hogy működik ez. Az, hogy a fejlesztésen dolgozom, hívjatok, elmondom, Hici. Jó, mindjárt fölhívunk valakit, jó, Anna dolgozik az ügyön, hogy ezt elmondják. És akkor mi van? Visszahívnak 10 millió, 14 millió autót, és beállítják? Hát 20 millió autót? Ráadásul ugye most az is van, hogy fizetni kell az autósoknak, mert hogy ez megtévesztés. Tehát te vettél egy vadonatúj passátot 15 millió forintért. Állítottak róla valamit. Állítottak valamit, kérem szépen, én azért adtam ennyi pénzt ezért a kocsiért, mert ez azt mondta, és én környezettudatos vagyok, maguk tönkretettek engem a környezetet, a 30 000 dollárért hajlandó vagyok ezt elfelejteni fejenként.
Tehát ott itt nagyon nagy pénzről van szó, szóval nem elég, hogy ezt majd beállítják. Terelnék a... mondjuk én is. Hát ha lehet egy kicsit csúrancseppen, hogy visszajön az autó árának, mint 5%-a, 10%-a, hát akkor csoki, perelünk, nem? Hát akkor, de, hogy hát nem. Akkor megyünk. Habertával járok anyámmal lakom. Akkor most gondoljatok bele, hogy a Trabant soha nem hazudott. Na ugye, nem volt akkora népautó, mint a Volkswagen, de nem hazudott. Igen. Hát a keleti tömbben múlt. Mi azt mondják, hogy igen, egyébként tényleg. A Bentley és a Bugatti is, igen, a, ezek is. A Volkswagen koncernhez tartozik. Lamborghini is. A Lamborghini. Igen, sok brendet érint ez. Na, a Lamborghini tulajdonosokat tényleg nem érdekel. Azért meglepődnék. Nem kell rajta. Lamborghini tulajdonosnak lennie, fene se tudja. Én tényleg megbízom az autógyárakban, hogy azt mondja nekem, hogy ez egy Euro X motor, károsanyag kibocsátás határérték alatt rendben van. Nem nézi meg szerintem azért ezt az ember akkora nagyítóval. De persze van, aki igen. Azt mondják, hogy tud olyan értéket, ami jó, csak akkor viszont teljesítményvesztés van az autódban. Tehát nem megy olyan jól. Tehát, hogy dönthetsz, hogy na, mondom környezetet szennyezel kevésbé, vagy jobban vagy mész, és a Volkswagen úgy döntött, hogy jobban indul. Megy. Hogy el se indul. Akkor el se indul, annyira lenyomja a teljesít. Figyeljetek, hazudtak. Ez a lényeg az egésznek. Valamit állítottak az autóról, te lehet, hogy azért vetted meg, egyébként senki nem fogja, aki mondjuk kártérítést kaphat, az nyilván nem fogja azt mondani, ja, engem nem érdekel, nem kell a kártérítés, nem is érdekelt egyébként a károsanyag kibocsátás. De. Aztán meg azért, valljuk őszintén, van egy pár olyan ember, aki, sőt, szerintem pár millió olyan ember, akit igenis érdekel az, hogy menjenek az autóra. Nyilván, hát ez kibocsátásra, magamra vállaltam, persze. Ha mondjuk te azért választasz egy márkát, vagy akár a márkán belül egy bizonyos típust, mert azt állítják róla, hogy ez egy környezettudatosabban összerakott modell, akkor meg lettél tévesztve. Akkor hazudtak neked. Kiről derült már ki? Egyszerűen Fordról derült ki, hogy fogyasztásilag, hogy valami brutálisan nagyot csaltak. Abból is nagyon nagy ügy lett, hogy ők a fogyasztással manipuláltak. Nem tudom, hogy mert ha van egy komputered, akkor az kijelzi, vagy ők mit hackkeltek meg, de hogy azért itt kiderült már egy-két autógyárról. Szerintem a Földön nincs olyan autó, aminek te a gyári adatait tudod hozni. Fogyasztási adatait. Ugye ott az van, hogy van három adat, városi, országút, meg vegyes. Én még emberre nem találkoztam, aki azt ki tudta hozni a kocsijából. Fogyasztásban, így van. Mert akkor mindig az, hogy jó, hát maga egy kicsit gyorsabban adott gázt, mint mi a teszt alatt, és akkor ezért több lett a fogyasztása. De igen, a Ford az valami duplát csinál. Tehát beírták a 6 literes fogyasztást is 12 lett. És valami elképesztő számot kaptunk. Igen. Jürgen, gyere csak egy picit, mintha valami, ne, szerintem elromlott a műszer. De nem. Nem. Európában is megbuktak ezzel régen, csak akkor tudta az autó az Euró 4-es értéket, ha fel volt nyitva a motorháztető. Mert ugye a mérésnél ugye nyitva kell, hogy legyen. A diagnosztikai dugaj a kormány alatt van, és a szoftver a diagnosztikai csatlakozó bekötését érzékeli, ami utána az üzemanyag mennyiséget húzza le, amennyire kell. Ez minden dízel autót érint, aminek a reális fogyasztása nagyobb, mint a papíron. Na, erről beszélek, hogy nem lepődnék meg, ha azért itt most még kiderülne egy-két autógyárról, hogy jaj, kicsit mi is. Igen. Hamiskodtunk. Azt mondod, hogy hamiskodtunk, hát láttuk, hogy a Volkswagen mennyire jó értékeket produkál, muszáj volt utánuk mennünk, hogy mi is el tudjunk adni legalább annyit. Rosszalkottunk egy picit mi is. Tehát azt mondod, hogy most nem csak a Volkswagennél van válságstáb jelenleg, csak arról nem írnak. Szerintem igen. Egyelőleg tudod a Fordnál, meg a nem tudom, hogy úristen. A Fordnál biztos nem. Ja, akkor nem tudom, akkor mind a, nem tudom, hol ülnek. A Ferrari-nál. Ők aztán nem aggódnak. Hagyjál már. Az autó, igen. Ott az egyik olaszod, szól a másik olasznak. Fél, mi ezt a káros olyan kibocsátást, ezt egyáltalán ezt szoktuk itt nézni. Egyáltalán mi az? Az mi? De úgy látszik, hogy tényleg ez lett a titka. Fel kell nyitni a motorháztetőt, akkor viszont az aerodinamikai paraméterek romlanak. Mindenki azt, ha fel van nyitva a motorháztető, akkor tudja. Motorháztető nélkül kell szállítani őket. Egyébként ezek irány hallgató, igaz, hogy ezek dízelautók voltak. Most, igen, és? Ugye, aki dízelautót veszenek, szerintem pont a károsanyag kibocsátás érdekli a legkevésbé. Inkább a fogyasztást nézed. Egyébként, hogy mehetsz 12 literrel, vagy mehetsz 6 literrel, és azért veszel dízelautót. Na mindegy, jó. Lesz szakértőnk, jó, aki segít nekünk. Már többen jeleztétek, hogy hívjunk meneteket, Anna mindjárt lekasztingol valakit, és akkor adásba tesszük, jó? Hogy tényleg egy picit segítsen nekünk ezt elmondani, megérteni, illetve hát rájövessünk arra, hogy mi jön még ezután, mert nagyon érdekes az ügy. És hát azért ekkora bukót ritkán hall az ember. Neked szóval dízeled van, ugye?
Igen, nekem dízelem van. Angol dízel. Egy 3-6-os dízel. Ott mi derül, ott mi derül ki egy hét múlva. Micsoda? Az a benne, ott a hibahatáron belül van a 40-szeres káros. Micsoda? Hát tele vagyok minden szűrővel, minden én gyerekek, olyan vagyok, mint amilyet ti fingotok a villamoson, amikor mentek. Annyira szennyezem én a környezetet. Ti jobban szennyezette a környezetet az 50-es buszon, basszus, vagy villamoson, mint amikor én egy 3-6-os dízellel. Az én választásom. Érted? Egy 3-6-os dízellel megyek. Balázsnak a kipufogájára egy porzsák van rá befőttes gumizva hátul. Minden este kiürítünk másfél kiló. Na, hírezünk egy picit. Én tudjátok, hogy én összeesküvés elmélet hívő vagyok. Nem kicsit. Föl tudnék állítani egy gyors összeesküvés elméletet el is egyébként. Hogy miért Amerikában derült ez ki? Miért nem egy másik európai gyár rombolta most le a Volkswagen-t? Így van. És az teszt. És hogy vagy sushi evők, vagy csigazabálók vannak. A kipattanása mögött. Amúgy is hányatott sorsú Európának és a darabjaira szabdalt Európának. Mennyire jön most ez jól, hogy az egyik legnagyobb autópolyti koncert még letérdeltetik. Szóval itt egy összeurópai támadás van, gyerekek. Tessék ezt észrevenni, hogy megint az amerikaiak okozta a káoszt itt Európában. Jó. Hát mit akarnak még? Mindig darabokban vagyunk, jönnek a menekültek, megborulnak az autógyáraink, hagyjatok minket végig. Ki lehet mögöttük? Az oroszok vagy az ISIS? Bizonyám. Na, jövünk mindjárt a hírek után. Jó, valakivel, aki segít nekünk eligazodni Volkswagen ügyben. Ákos hírei után folytatjuk. Itt vagyunk, és folytatjuk 3:48, lesz pontosan 6 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. A Volkswagen botrányról beszélgettünk, és jön mindjárt egy szakértő, aki segít nekünk elmondani, hogy csaltak, miként csaltak, mi lesz most, és ki a következő autógyár, aki beborul. Szent meggyőződésem, hogy pillanatokon belül elindul a dominó. Erről most még senki nem beszél, de ez biztos, hogy ez nem egy Volkswagen-es fejlesztés, ezzel a szoftverrel való tükrözés. Hát ez egészen biztos, hogy ezt mások is csinálják. Ilyenkor lemegy a használt autó ára? Most kell menned autót, gyakran, most kell menned. Fuhenye, vegyi passzatot, meg borát, meg nem tudom mit. Most tudsz venni. Jó, nagy. Jól megy. Megbízható. Olcsó lesz, most leesik az ára, úgyhogy jó lesz. Én azt mondom, hogy én képregénybe is, meg harcművészetekbe is, meg autóba is inkább a japán piac mellett tenném le a voksomat. Képregénybe is? Igen. A japán autók nem rosszak, csak olyan gagyik belülről, hogy egyszerűen elképesztő. Tehát ezek a műanyag kapcsoló, klímafordítók, meg szellőzők, miért nem adnak a belső dizájnra a japán autók? Ezt sose értettem. Brutálisan felszereltek, nagyon sok extra van benne alapáron, csak a kinézet belülről, hát az rettetesen ócska sokszor. Most miért nézzek így rá? Hát, ja, igen. Hát minden automárka lehet. Hívőnek megvan a véleménye a többi automárkát. Ez igaz. Te nem is vagy hívő, semmi. De. Lenne? Én a német autókat szeretem leginkább. Tényleg. Mi majd volt csak leköptem a monitor? Ez most egy kalandozás, Igen, értem. Én azt hiszem, hogy ők csinálják a jobb autókat. Én nem nagyon tudok jobb autót a német autóknál. Igen. Igen, csak mindig fel kell mennem az internetre, hogy megnézzem, hogy hol van szerviz, annyira nem találkozunk. A japán autón? Hát igen. Hát mert van, vagy nem rossz, nekem volt japán autóm, nem rossz, mondom. A belbecs az tragédia, hogy kinéznek a japán autók. Szerintem csak mondjuk az Alfa rosszabb, de... Na! Hiha, ez mondjuk elég erős. Tudod, hogy az Alfa nem egy márka, az egy jelző. Az egy életérzés. Így van, a tökéletesség, mert hogy azzal kezdődik, ugye minden. Az nem egy márka, az egy jelző. Az egy jelző, a tökéletesség jelző. Engem. Így is van, szép, és nem az enyém szokott a szervizben állni. Az enyém sincs. Az enyém csoda. Az egy típus volt. Meddig fogja bírni a baltával faragott az a formatervezés? Egy szerencsétlen angol egy teljes doboznak az orrát megütötte így egy baltával. Gyönyörű 3-6-os dízel. Szép hangja. Itt van velünk Zoli. Hello Zoli, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia. Jó reggelt, Zoli! Na, te mit dolgozol, vagy mi a foglalkozásod? Hát én motorfejlesztéssel foglalkozom. Motorfejlesztéssel. Tudsz egy picit hangosabban beszélni, Zoli, mert itt Maxon vagy nálunk? Persze. Motorfejlesztés alatt mit érzel? Simpson tuning? Nem. Hát nem pont, autó. Na. Autóknál, egy autógyárban dolgozom motorfejlesztéssel. Igen. Na, segíts nekünk egy kicsit. Hogy tudtak ők ezzel csalni? Vagy mit csináltak pontosan? Honnan érzékeli a szoftver, hogy neki most jó adatot kell kommunikálni? Hát ez csak tesztüzemmódnál működik, és ez úgy néz ki, amikor a
fedélzeti számítógép rá van csatlakoztatva a diagnosztikai... Bocsánat, egy picit még hangosabban tudnál beszélni? Persze, engedd ki a hangot nyugodtan úgy, igen. Persze, vagy nagyon jó, hogy közelebb a telefonról, igen, tudjuk, hogy most kell. Jó? Jó. Most jó. Tehát amikor rá van kapcsolva az autó a diagnosztikai mérőkészülékre, akkor tesztüzem módban ez a szoftver bekapcsol, és azokat bocsát ki, ami pozitív mérést mutat a készüléken. De abban a pillanatban, amikor az autó közlekedik, onnantól kezdve ez az érték már nem nincs mérés alatt, és innentől kezdve az autó az a rendes értéket fogja produkálni, ami azt jelenti, hogy többszörösét a megengedett értékeknek. És akkor így tudtak tulajdonképpen csalni, hogy tudta a szoftver, hogy mikor mérik, és aztán... Hát igen, van egy stekkel, egy kapcsoló, ami tulajdonképpen rá van dugva az autó fedélzeti számítógépére, ezáltal lép működésbe, és ez aktiválta magát a szoftvert is szerintem. Na most szerintem mennyire lehet majd hallani a következő egy-két hétben, hogy megbuknak más autógyárak is, mert véleményem szerint ez most elindít egy dominót, én nem gondolnám, hogy ezt csak a Volkswagen csinálta. Mit gondolsz erről? Privát véleményem szerint biztos, hogy másik autógyár is fog ezzel még bajba kerülni, mert ugye elég nagy a konkurencia az autógyárak között, és fej-fej mellett haladnak az értékesítésben, az eladásban, különböző akciókban, fejlesztésekben. Tehát azt gondolom, hogyha az utóbbi 4-6 évben kibukott volna egy olyan nagyon nagy különbség a Volkswagen koncern autói, illetve a más autógyárak, akár a Mercedes, vagy akár a BMW között, akkor azt mondom, hogy ők nem csináltak ilyet. De viszont nagyon kevés a különbség között, ez elképzelhető, hogy ők is folyamodtak valami ilyesmi dologhoz. Ja, tehát, hogy maga a Volkswagen által mért adatok alacsonyak, viszont a többi autógyárnak is annyira alacsony az adata, hogyha azok valós igen, adatok lennének, igen. Akkor nem lehetne ennyire alacsony a többi így adat van, sem. Így van, ugye? Így van. Tehát, ha józan paraszt észre gondolkodom, akkor evidens, hogy mindegyik előfordulhat, hát ez nem biztos, de attól függ, hogy ezek az autók akár most itt mindent lehet számon vetni, az eladást, az értékesítést, annak a mennyiségét, az, hogy azok az autók milyen extrákkal vannak felszerelve, hogy azok az autók éppenséggel mennyibe kerülnek, és milyen akciókat ad az a gyártó ahhoz az autóhoz, hogy többet tudjon értékesíteni, nem tudom. Az a helyzet, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az dízel autókhoz egy úgynevezett adalékanyagot, egy AdBlue adalékanyagot kell hozzátenni, és tehát csak azzal is a különbözett anyag károsanyag kibocsátás segíti. Tehát eleve ez benne van az Amerikába készült dízel autókban, ugye minden egyes autógyárnál. Most, hogy ezen belül még melyik autógyár manipulálta meg pluszban még, hogy a károsanyag kibocsátás még jobb legyen, akár mint a másik autógyártó, ezt nem lehet tudni, de biztos, hogy ki fog bukni előbb-utóbb, mert szerintem mindegyiknél fognak elrendelni vizsgálatot. Most ezt a mérést nem lehet úgy lefolytatni, hogy megkerülöd az autónak a szoftverét? Tehát, hogy mondjuk egy ilyen hagyományos módon, amit például Fel is mondott, hogy be az érzékelőt a kipufogó csőbe, aztán csókolom? Hát az a helyzet, hogy tehát itt már sokkal profi mérés van. Tehát itt nem az a régi fajta módszer van, mint hogy betűgöl kipufogóba a csövet, aztán meg. Az egy jó zöld kártya vizsgálaton még 5 évvel ezelőtt. Hát akkor még úgy, igen, akkor még úgy elment. De itt ugye már minden számítógép működtet. Tehát, hogyha nem nincs rácsatlakoztatva az autó fedélzeti számítógép, ami tulajdonképpen minden ott rögzít, akkor nincs is a mérés. És maga a mérés sem végrehajtható. És ugye az a helyzet, hogyha ez a szoftver, gondolom én, nem tudom, ez a szoftver úgy lehet beépítve, hogy magában folyamatban, tehát nem tudod kiiktatni, nem tudod megkerülni. Biztos nem úgy van, hogy van egy piros doboz jobbra fent a sarokban, és rával érve, hogy ne piszkáld. Hát gondolom. Titkos szoftver. Igen. Aha. Hát, jó. Akarunk még valamit kérdezni? Az ég egy ott a világon semmit nem értünk, de nem. Értem a dolgot, hogy ez hogy zajlik. Nekem lenne kérdésem, ha nem probléma.
Neked lenne tőlünk kérdése? Mi, hogy mosogép cserés? Bali, hogy csinálod a hajad? Nem, igazából az érdekel, hogy a Feri hogy halad a leszokással. Hogy halad a leszokással? Köszönöm, három napos vagyok, három napos szűz. Aha. Újra szűz, visszavaradta. Sok sikert hozzá. Köszi. Úgy is mondhatnák egyébként, hogy a Feri károsanyag kibocsátása most jobb, mint a tietek. Hát igen, azért is kérdeztem, hogy valamilyen szinten kapcsolatban átütéltelemben. Jól van, köszi, hogy elmondtad, csáó. Szívesen, fiam. Hello. Jönnek az SMS-ek, nem így van! Sokkal ravaszabb! A megoldás zseniális, hívjatok! A motorfejlesztő úr nem úgy mondta el, hogy történt, ennél sokkal ravaszabb volt a Volkswagen. Volt érzékelő. Na, csak kíváncsiságból lehet, hogy itt még... Hogy mit érzékelt az érzékelé? Mi a fenét érzékelt, igen. Na mindegy, jó, hát kíváncsian várjuk a fejleményeket, hogy mi lesz. Érdekes ez a dolog. Játszunk egyet, aztán lehet, hogy még valakit adásba teszünk. Óven bácsival, Beru nénivel játszunk már is. Itt van egy hallgatónk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni a Párafarm csalogányai. Aj, azt mondja, hogy... Andi, hello, Andi, jó reggelt! Andi, hello! Hello, sziasztok! Szia. Hello, Andi! Mi újság van, Andi, honnan írtál minket? Budapestről telefonálok, a 11. kerületből. Budapestről a 11. kerületből. Mivel foglalkozol? Egy kereskedelmi cégnél vagyok asszisztens, ahol teipari és szárazáru termékeket forgalmazunk. Oh, az jól hangzik. Jól hangzik. Ja. Mondhatok gyorsan valamit? Nyugodtan. Képzeljétek, tegnap este voltunk lomizni. Nagyon kemény volt, mert most a 11. kerületben lomtalanítás van. Úgyhogy elmentünk a barátainkkal, körbenéztünk, és találtunk kincseket, régi képkereteket, meg fiókokat, és ezeket így mind ilyen kreatív célra fel lehet használni. Az jó. De figyelj, nem úgy van már, hogy nem vihetsz el semmit mondjuk a lomok közül, mert hogy ez a fővárosnak a tulajdona onnantól kezdve, hogy kirakták, hogy valamiféle ilyen ajándékozási szerződés kellene elviekben a tulajtól? De ma ezt még szigorították? Este 10-kor már nem találkoztunk tulajdonosra. Ja, ninjáztatok. Igen. És mit vittetek el? Nekem nem teljesen tiszt, hogy mit szereztetek? Képkeretet, ilyen régiket, dekorációs célra szeretném ezeket majd felhasználni, meg ja. Fiókot. Uh-huh. Na, mi ez van ott a szekrényetek? Nem, ezt egy falra fogom feltenni, ez is dekoráció lesz. Úgyhogy felrakod a falra, és akkor arra rá tudsz pakolni. És kibélelem parafadugóval, az ilyen parafatábla lesz. És mit csinálsz? Pikádokat dobálsz bele, vagy mi? Hát ott odarakom a mornósos ilyen erekéimet. Jó, az jó. Hát elkészül, fotóz már le, hogy el tudjuk képzelni. Még ez tetszik, hogy egy polc a falon, tehát fölrakod, és akkor abba tudsz így pakolni. Igen, nagyon dal is. Az jó legtűnik. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? Figyelj! Oké. Okay. Oh, ja, Istenem, Beru néninek megint megjött, és Óven bácsi kiment a szólóba. Kiment egy kicsit körbenézni, mert Beru néninek nincs kedve, igen. Na, figyelj! Azt mondja, hogy ez egy dal lesz most, egy sima egyszerű dal, nem főcím, nem sorozat, nem filmzene. Jó? Jó. Figyelj, jön egy rövid részlet. Lennanana. Ó. Oh. Na, hát ez könnyű. Magna cum laude lesz. Igen. Hogy nem, mutatjuk, figyelj. Lennanana. Ó. Pillanat, még itt hallgatjuk. Még egyszer lehet ezt a rövid részletet? Persze, utoljára. Engedje! Hát nem. Az egy magna cum laude. Ez egy magna cum laude. Tehát amikor beellököd a magna cum laudét, és azt mondjuk rá, hogy nem az, nem. Akkor... Megmutatjuk, hallgass meg, figyelj, teljesen más, nem is vagy jó nyomon. Figyelj, hallgass meg. Andi, hát ez egy jó kis Green Day. Oh. Ez egy jó kis Green Day volt, így van. De nagyon szépen kitartottatok a magna mellett. Igen, ez aranyos. Elszántak voltatok. Ki volt, aki segített ott neked? Itt van a párom Mike, meg a bátyám van a másik telefonon. Hát akkor az egész család nem tudta. Az szép. Tehát ez most egy nagy közös kudarc akkor. Ez Green Day. Nem, ez akkor is magna cum laude. Ez ő is forsázon! Igen, valaki nagy magna cum laude, rajongó. Jól van. Oké, köszönjük szépen.
Köszönöm én is a játékot. Sziasztok. Köszi, ciao. Hello. Hello, hello, hello. Ez nem sikerült. Na. Most autószerelők írnak nekünk, de lezártuk a témát. Jó, köszönjük szépen. Nagyjából tudjuk, hogy hogy mi történt itt, még most pontos motordiagnosztikába lehet belemenni, és műszerekre elhelyezni. Következőről van szó, srácok. Tesztfázisokról beszélgetni, de lezártuk a témát. Köszönjük szépen mindenkinek, aki hozzászólt. Állítólag jönnek az SMS-ek, hogy a Volvót is elkapták például kamionokkal, hogy szintén ugyanezt csinálták. Tehát itt azért többen benne vannak ebben. Na jó van. Azt nézem, hogy van-e friss közlekedési hírünk. Írjátok meg, hogy milyen a helyzet az M1-es, M7-es bevezetőn, zajlik-e még az aszfaltozás, mert ha igen, akkor mindenkit próbálunk leterelni, de egyelőre úgy néz ki, hogy nyugi van, mert nem jönnek az SMS-ek úgy, mint tegnap, hogy hatalmas dugó. Árpád hídon egy autó áll, és emiatt alakul a dugó. Karambolban a határút és a Nagykörösi út kereszteződésénél torlódás még nincs, de lehet rá számítani. Duli küldte nekünk. A 31-es út a Budapest irányában mende előtt 4 autó ütközött, valamint az M3-ason a 190-esnél nem a Budapest felé menő oldalt, hanem a Nyíregyháza felé menő oldalt érinti a lezárás. Ezt Szabi küldte nekünk. Robert Károly körút Lehel kereszteződésében rendőri intézkedés folyamatban, ott is van egy kis dugó, és óriási dugó van a 10-es úton. Hát az tulajdonképpen szokásos. Már mondhatni, hogy a szokásos dugó. Körforgalom ide vagy oda, azt nem nagyon sikerült megoldani. Budai alsó rakpart nagyon lassan halad, pesti alsó rakparton is lassú a haladás, és igen, az Árpád-hídi dugót küldtétek még el nekünk, sokan köszönjük szépen. Pontosan 6 perc múlva 8 óra, Ákos jön a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk a hírek után. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, 7 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Mi az? Új divat van, kérlek. Na, mi az, az divat? Interneten. Ilyen fotókat kell készíteni magukról a hölgyeknek, szerintem indíthatnánk egyet a Morning Show-n. Itt nem ez a lényeg, amit gondolsz, hanem az úgynevezett combredő. Combredő. Ez a combredő, ahogy leülsz, akkor itt, hát ez van férfiaknak is, csak gondolom kevéssé izgalmas, hogy egy picit itt meggyűrődik, látod? Uh-huh. Ez a combredő, mutatom neked nem is, János, mert látom az érdeklődést. Oh. Tehát ha leülsz, akkor combredő van. Tökéletes, tökéletes, de én nem osztom a véleményedet, szerintem a férfiak is izgalmasak, egy ilyen pózban javaslom, hogy rólad készítsünk egy felvételt combredővel. Nem jó, mert nekem rálóg a hasam a combredőre, látod, és lehet páros combredőt csinálni. Egy ilyen hajón, egy olyan tengeren. Ez is combredő, itt mutatom. Igen. És most ez az új selfie divat, hogy combredőset kell. Mennyire nem tudok a combredőre. Mindenkinek ugyanolyan, ez miért jó? Mindenkinek egy csík, nem? Tehát nincs vastagabb vagy vékonyabb, tehát nem olyan, mint egy mell, egy has vagy egy fenék, hanem mindenkinek egy csík a combredő. Nem? Te hogy most leülsz, tényleg belekötsz? Nem, csak kérdezem, hogy ez miért jó? Tehát ebben mi a szexi? Vagy ez miért szép? Hát gondolom, hogy itt azért az egyéb körülmények és ívek is számítanak, mutatom, aha, itt ezek a részek is, csak valahogy azt mégse írhatod, hogy kiteszem a fenekem, érted, vagy a csípőm, meg a cicikém egy kicsit itt fönt, ugye látszik a hölgynél is, azt mondja ő, hogy ő a combredőjét tette ki. Uh-huh. És akkor combredő fotózás. Ha? Uh-huh. Ennyi, de látod ők is például. Két lányt látunk egy hajónak az elején. Igen, ők tulajdonképpen a combredőjüket tették ki. Nagyon unalmas sztorinak tűnik így. Érted, egy gyönyörű kék. Ott van egy fantasztikus, nyilván fantasztikus, rohadrága hajó, meg két jó csaj. Hát ott itt is, ő se a fenekére hívja fel. Az az én maradiságom egyébként, hogy mindenre tudok koncentrálni, csak a combredőre nem? Aztán. Hogy minden más testrésze jobban érdekel? Fúj, annyira undorító vagy, hogy egy ilyen... Nem, maradni vagyok, vaskalapos, ja, nem hallgatok együtt a divat. És ez az új divat. Ez az új divat, szóval. Most hát eddig volt a selfie, aztán volt, hogy a comb közt fotózták a lányok, hogy kinek hogy ér össze, most meg a redőt. Így ráakadtam csak, mert én meg próbálok modern lenni. Ha jó fej lenni. Vagy, tényleg magadról föltöltesz egy ilyet. Egy jó combredős képet. Jó. Ha már selfie, pont tegnap olvasom, vagy tegnap előtt, hogy többen haltak meg idén selfizésben, mint cápatámadásban. Az milyen? Az milyen?
Tehát, hogy elkezdtek szelfizni, és ez a fotó önarc kép készítés, ugye tulajdonképpen ez a szelfizés, és 8-an haltak meg cápatámadástól tavaly, amíg már 10-15-en meghaltak szelfizés közben, mert olyan helye álltak föl, lépcsőre estek le úgy, hogy áttaláltak a lépcsőnek, léptek egyet is, és lezuhantak. Ha már itt vagyunk Dover fehér szikláinál, én csinálok egy szelfit gyorsan a Facebook oldalon, átlépek ezen a kerítésen, biztos nem azért van itt, hogy nehogy leessen valaki. Volt egy pasi, aki úgy szelfizett, hogy egy töltetlennek hit pisztolyt tartott a fejéhez. Azt mondja, nem értem, hogy a szelfizéshez mert is mert kell meghúzni. De töltve volt egyébként a pisztoly. Voltak egy, mondtam, egy moszkvai hídon esetbe a folyóba, mert hogy egy egyetemista lány kiállt valahogy a híd szélére, hogy ő most szelfizik egyet. És lezuhant a hídról. Volt, aki egy kézigránátot kette, két pasi valahol az Urál-hegységben júniusban. Állt két pasi, fogtak egy kézigránátot, a hülyék kibiztosították, és majd nem dobták el, vagy későn dobták el. Tehát nem értem a képhez, miért kell. Ugye? Ja, hát az oroszok másképp mulatnak, mint mi. És fölrobbant a kezükben egy kézigránát. Ez egyszerűen elképesztő. Vagy aki a vasúti sinek között szelfizik, abban mi a menő, hogy lefotózod magad sinek között? Nem értem. Nyilván ott ugye az érdekes, hogy minél közelebb enged magadhoz a vonatot, még úgy csináld meg a szelfit. Ők valószínűleg túl közel engedték. Tehát megvan, a telefonodat fogod, háttalálsz a vonatnak, és az a lényeg, hogy minél közelebb legyen a vonat. Amerikában, és utána kilépjél. Igen, és ő túl közel engedte. Túl, picit ott egyszer lehet hibázni. Igen, tudod, mindjárt jó sok. Nehéz kiszámítani, hogy 100-100 vagy 80-nal jön egy vonat, és akkor te hogy lépjél le, hogy pont nagyon közel legyen. De egy nemzeti parkokat zártak be az Egyesült Államokba azért, mert a látogatók medvékkel akartak önarcképet. Tudod. Hát, hogy így. Na, Rumi, gyere már! Azért ahhoz mennyire elszállnak el? Ott van. Hol a medve? Ott van. El van töltve az aksi? Igen, akkor gyerünk, menjünk szelfizni. És akkor elmész és szelfizel egy medvével. És ugye mi történik? Hát találsz a medvének eleve, ami nem túl szerencsés. De nem. És még a telefonodban látod valószínű, hogy megindult feléd a medve. De már nem tudsz mit csinálni. Igen. Nem tudsz mit csinálni. Vagy a másik a... Vagy van egy töröd még a izé és meg van olyan előlap oldali vaku is rajta egy kicsit. És a medve még ettől is bepipultul. És arcon vered a medvét. És irgalmatlanul. A következő kép az, hogy nincsen fejed. Vagy amit szintén nem értek, hogy nagyon sokan sebesültek meg idén, tavaly a spanyolországi bikafuttatáson. Ugye többek között Pamplónában. Amikor is arról szól a dolog, hogy úgy szelfizett a sokkia, hogy szaladt. Ő magában egyébként nehezített. Ő magában nehezített pálya. Igen, kezedben a telefon, nézed, hogy ugye megkomponáld a képet azért, hogy valamennyire benne legyél. Tehát így nézed a kompozíciót, hogy ott vagyok, az, hogy mögöttem a bika. Abban a pillanatban megérkezett mögé egy 600 kilós jószág, és telefonnal a kezedbe repültél. Mert nem is érti. És akkor ennyire durva. És amikor aztán megnézték a képeket a telefonon, az utolsó képen csak egy ilyen irgalmatlan, nagy, nyálhabos, karikás orr volt rajta, semmi más. Túl közel jött a bika. Igen, az egy jó selfie. Itt miről szól a dolog? Arról szól, hogy jó legyen a selfie, vagy arról szól, hogy életveszélyben selfizel, és akkor az ad egy ilyen adrenalin töbletet, hogy akkor te most tényleg a gyorsan jövő vonat elé beállsz, és akkor ott szelfizál. Vagy a medve, ami mondjuk megtámadhat, mert nem szereti a fotózzák. És jön. Tehát a kettő együtt. Igen, nem? A kettő együtt kell, hogy teljesüljön. Ugye az minél extrémebb a helyzet, annál nagyobb a dicsőség, hogy te ezt megcsináltad. Hú, de bátor voltál. Igen, és túl is élted, ugye jó esetben az akkor szép. Hogy el is tudod aztán mesélni. Igen, futok a boccsal. Kiráduli, vittem a kis medvét. Igen. Hát érdekes ez a selfie bot, én ettől rosszul vagyok. Betiltották egy csomó helyen, nagyon vicces, például múzeumokban, most már Rómában nem lehet használni, meg szerintem itt nagyon sok múzeumban, ugyanis az történt, hogy a kretén állat az egyméteresre föltette a telefonját, és ahogy fordult körbe, hogy ő majd csinál egy ilyen panoráma selfie-t, akkor egy darab minkorabeli váza levert egy Rodin szobrot. Szerintem az nagyon menő. Múzeumban összetörni valamit, az nagyon menő. Az nagyon menő. Az a szenzációs, amikor így fordulsz egyet.
De hogy... Mondjuk az is megérni egy misét, hogy miért nem rögzítik, vagy miért nincs búra alatt, tudod? Tehát, hát nyilván, tudod, hogy billegősre adnak ki. Kevés dolog szokott irítálni ilyen modern technikai vívmányok közül. Tehát engem úgy nem zavar. Ez tök jó, a telefonok, meg mindenki videózik, ez a selfie bot. De hát mi ez, a baj vele egyébként? Annyira béna dolog, nem? Hogy veszel egy botot, annak a végére oda teszed a telefonodat, és vagy a fényképeződet, és akkor nagyon sok jó selfie tud. És embereket látok ilyen meghosszabbított karra járkálni. És milyen beteg, nem? Hát de volt rá igény, ugyanis nem tudtál olyan selfie-t csinálni, mert nincs olyan hosszú kezed, hogy benne legyen a műtárgy, a Pantheon meg te. Ugye? Azért kellett a botot csinálni, mert az volt, hogy te ott állsz most, igen, mondjuk valami nagy épületnél, vagy a Esztergomi... Kicsi az objektív. Igen, ott állsz az Esztergomi Székesegyház mellett, és akkor te akarsz ott. Nem lehetett. Mi történt? Valaki föltalálta, igen, a botot. Te állsz az Epelecsegységben, és nincsen benne az egész. Igen, de állítólag már úgy is haltak meg, hogy a selfie botba csapott a villám. Az milyen volt? Azért az is mi, hogy tartod a botot, iszonyatosan a brutál viharral fölötted, valahol nem tudom, a Krisztus szobornál, vagy, igen, valahol, tudod, mit tudom, Rio de Janeiroba fölönt a helye, iszonyatosan szerve. A viharvadász. Rohadtul mosolyogsz, tartod fel a botot, és kész, abban a pillanatban vége van. Szóval, hogy igen, érdekes. De maga a cikk, mondom, szenzációs volt, hogy már többen halnak meg szelfizés közben, mint cápatámadás. Hát annál, hogy a dicsőség, hát tudod, életveszélyes tevékenységről beszélünk. Igen, érdekes. Érdekes. És ez ilyen kicsapható? Tehát, hogy ilyen teleszkópos a szelfie, én még életemben nem láttam. Összetudod egész kicsire is csukni, kihúzod, fölrakod a végére a telefont, és az a lényege, hogy te a bot végéről egy gombak meg tudod csinálni a fotót. Tehát ugye nem kell elnyúlni odáig, mert pont az a megoldás, a kis csatlakozó, és kész. Hm. De ha már múzeum, láttátok azt a 12 éves fiút, aki egy üdítő ital alak kezében, neki esett egy szobor? Ja, igen. Az nem. Volt egy 12 éves kisfiú volt, és egy ilyen üdítő ital fogott a kezében. És valahogy ő ugye megbotlott, és az üdítő ital volt az egyik kezében, és a másik kezével ő támaszkodni akart. És hogy támaszkodni akart, beszakadt egy ilyen kép volt, valamilyen barok, nem tudom, festőnek a képe, és benyomta. Hát, ha láttál már ilyet tartott a következő pillanatban, hogy áll a srác, látszik, hogy ilyen csoporttal mennek egyébként, és iszza az üdítőitalt, és megbotlik valahogy szegény. És reflexzerűen beletámaszkodik, tudod, hogy olasz barok festőművész, $4 trilliárd festőművész egyik festményének a képébe, teli tenyérrel. Úgy, ahogy van, beleesik. És így látod a videó, hogy megfagy az élet a múzeumban. Tehát mint kész, vége van. És szegény mindenki gyerek megáll. És így dermecsen, tudod, és addig vagy mozdulatlan, amíg azt hiszed, hogy a kép magától megjavul. Igen. Tehát van benned egy ilyen, próbálod egy ilyen annyira mozdulatlanul megállni, hogy most, ha nem mozdulok, biztos helyre jön. Látszik a srácon, és hogy nem vesznek észre. Az a másik. És az osztályfőnök oda megy, és csak egyet mondjanak, ugye reprodukció volt. Az osztályfőnök keresi a csekkfüzetet, így belenéz a sebébe. Nem, az osztálypénzt. Mennyi az osztálypénzt? Az osztálypénzt, hogy mennyi maradt még az múzeumban belépők megvásárlása után. Tanárnéni, $600 van, és mennyibe kerül a kép? $1,5 millió, tudod, 400 millió forintért. Ő most megbotlott. De nagyon helyes volt a történet, mert hogy volt biztosítás magának képen, és a múzeum dolgozói és a múzeum is kérte, hogy ne vonják felelősségre a diákot. Mondjuk a felelősségre más esetben mi, hogy kapnak a szülők $50 törlesztő részletet, akkor 4300-ig. De ezt a biztosítást se értem, mert a festmény attól nem lesz jó. Majd megcsinálják. A restaurátorok. Tehát erősebb lesz, mint volt. Tehát én értem azt, hogy a pénzt visszakapja, vagy kapnak érte pénzt, mert biztosítva van, de a képnek annyi, hogy fizetni nem kell, ez jó. Na minden, szóval a szelfizés, ez érdekes. Egyébként miről szól maga? Mi a lélektana a szelfizésnek? Ez miről szól? Tehát arról szól, hogy én elküldöm az én barátaimnak, hogy én mennyire jó helyen vagyok. Mit csinálok éppen, min vagyok túl, milyen lelki állapotban vagyok. És mindezt úgy örökíted meg, hogy te magad benne vagy. Tehát nem egyszerűen csak lefényképezed azt, hogy te most kirándulsz a Vajdahunyadváránál, hanem ott hogy milyen jó helyen vagyok, milyen menő helyen vagyok, én eljutottam. Na, és akkor a menőségnek még egy foka, hogy Vajdahunyadvár a medvével.
Ja, ha van. Ugye? Vagy mit tudom én. Mi agresszív hajléktalan. Igen, agresszív hajléktalan. Na, szikla, nem elég, hogy a sziklát lefotózod, szikla úgy, hogy én vagyok a peremén. De mi az evolúciója? Tehát ezt régen is megcsinálhattuk volna. De igen, meg is volt, de szerintem a selfit magát, azt a közösségi oldalak hozták létre, mert régen is volt ilyen, hogy lefotóztad magad úgy, hogy... De régen odaadtad valakinek a fényképezőgépet, és lefotóztattad saját magad, eszedbe se jutott. Hát, hogy beállítod időzítőre, leraktad, eliálltál is kérdő. Leraktad egy dobogókő, a kis sonkászemicsel a kezedben, a kis termoszba, és akkor anyád mellett lefotózkodtál a dobogókőn, ahogy álltad. Akkor is megcsinálta volna az anyád úgy, hogy a kezében van a gép, csak hát ugye akkor még ugye nem volt digitális, nem tudtad azon, hogy 24 képkockát, vagy 36-osat csinálta, akkor az érték volt, nem mered előtt. 3-at, hát a 2 nem sikerült. Igen, az, hogy a digitális fotózás azért sokat számít ebben. Tehát, amikor megveted a kis 24 színes képkockát a Kodakból, 1400 forintért a Flórián téri kis áruházban. Tényleg ilyen árak voltak. Hogyne, brutális volt. Elment a család nyaralni, és az, hogy te tudjál fotózni, az nagyjából annyiba került, mint amennyi költőpénzt vittél magad, és nem ott álltál, hát én emlékszem, 24-es vagyunk, vagy 36-os. Drága 36-os. Nem, 24-es negyen Kodak, vagy nem tudom, nem, Fuji. Így Kodak volt, az jobb. Így jött elő egyébként, hogy izét, hogy figyelj, most vagy veszünk 24-esből Kodakot, vagy Fuji Colort, vagy 36-osból Fortepant. Igen, tényleg. Mert ez a csinálni, de nem biztos. De és akkor, tehát, hogy azért a Fuji vagy a Kodak 24-ben jobb. És akkor legyen inkább 24-es. De akkor is odaadhattad volna, vagy akkor is lefotózhattad volna a kezedből, csak ugye féltél valószínű, hogy nem jól komponálsz képet. De hogy már amikor digitálisan fotóztunk, se csináltuk kézből a képeket. Tehát ezt valahogy a telefonok hozták be, ennek ez lehet az evolúciója, nem? De nem, van egy lélektana is. Hogy nem, tehát, hogy magadat fotózod önmagad által, nem ezt lenne érdekes. Ő magányos vagy, nincs, nem akit megkéri? Nem tudom, hogy ez valami miről szó, de érdekes. Különlegesek egyébként a képek, tehát sose, a selfie mindig más lesz, hogy még ha ugyanolyan távolságból fotózzom magam, mint ha odaadom Janinak a gépet, akkor ő más fotót fog csinálni. Tehát a selfie különleges, de nem csak emiatt, nem csak a kép készítése miatt is, hanem amit te mondtál, hogy kifejezek vele valamit. Nem tudod, mi lehet egyébként? Az van, hogy a Facebook az létrehozott egy olyan álvalóságot is, egy olyan egó kérdés, hogy neked mindenhol önigazolni kell, hogy te hol vagy. Ott vagyok. Tehát te akkor számítasz a közösségi oldalon, és akkor jelentesz értéket, ha te önmagában tudod igazolni, hogy éppen hol jártál. Igen. És attól vagy izgalmas... Meg azt, hogy te jártál ott. Igen, és attól vagy izgalmas, már nem a valódi személyiségettől valószínűleg, hanem attól, hogy te itt jártál, ott jártál, ez a vacsorád, ezt teszed, azt teszed. Tehát tulajdonképpen mesterségesen szinten tartod a te személyiségedet, vagy az érdeklődést a személyiséged iránt, mondjuk a szelfivel. De ha elmeséled csak a haverjaidnak, hogy te voltál tegnap a nem tudom hol kirándulni, akkor az nem olyan, mintha lenne selfie. Most őszintén, szerinted csak így natur, egy hétköznapi, utasok nélküli érdalsó peron kapott volna-e annyi lájkot, mint amennyit Balázs szelfie kapott, amin ő is látszik, hogy ott volt az érdalsó peronon egyébként egyedül. Jó, az más. Igen, de egyébként nem szelfizem. Tehát, hogy leginkább nektek rohadékokra csináltam, mert azt mondtátok volna, hogy taxival jöttem be, és tegnap este kiszálltam, és lefotóztam. Így is taxival jöttél, csak fotóztál. Ez azt magyarázza, hogy az bizonyítja, amit te is mondtál. Nem tart látva, hogy lefotózom. Önmagában az, hogy te lefotóztad volna ért alsó peronját, akkor az önmagában semmit nem ért volna, de hogy te is ott voltál, és ezt ezzel a fotóval, ezzel a szelfivel bizonyítottad, gyakorlatilag ez mutatja meg, hogy miről is szól valójában a selfie. A selfie ezek szerint egy bizonyíték, hogy te igenis átélted azt az élményt, amit megosztottál a többiekkel. Nem arra van szó, hogy az internetről leszettél egy naplementét a Grand Canyonba, mert az embereket az érdekli, hogy te voltál ott a Grand Canyonba, vagy pedig egyszerűen csak érted, valahonnan szereztél egy fotót. Na de hát, ha már nem hiszünk annyira a másiknak, hogyha mondjuk te kimész a Grand Canyonhoz. Nem, csak nekem nem hisznek, mi rádiósok. Ja, értem. De nem, az többi ember. Ilyen, nem is hinném el olyan itt a Grand Canyonban. Azért az mondjuk oké, az igaz. Azért az előbb hiszem el, hogy újra elment a kispesti, nem tudom, ilyen cukrászdába, mint hogy Jani a Grand Canyonnál. Kérnék szelfiket, hogy azért azt igazolt, hogy te valójában a Grand Canyonnál voltál. Na mindegy, érdekes a lélektan ennek a dolognak. Na, de nem erről akarunk beszélni, hanem arról, hogy van egy magyar kezdeményezés, ami mellé egyébként mi is odaállhatnánk. Valószínűleg ezt a kezdeményezést azok indították el, akik munkát keresnek különböző internetes álláskereső oldalakon. És a kezdeményezés tulajdonképpen arról szól,
hogy reményvesztett munkát kereső emberek összefognak azért, hogy a nagy multik és a cégek és mindenki, aki munkát ajánl, azok érthetően, egyértelműen írják le, hogy milyen munkakörre keresnek embereket. Miért ez most érthetetlen? Ez most jelen pillanatban ott tartunk már, hogy olyan angol megfogalmazások vannak, hogy egy átlagos munkát kereső ember számára teljesen érthetetlen az, hogy mit jelent a junior account executive, meg hogy? A senior helpdesk, és azt szeretnék ezzel elérni, hogy ha ők munkát keresnek, akkor magyarul normálisan írják le nekik a jellemzésen kívül, hogy mi a magyar megfelelője annak az adott munkának, mert hogy hát igazából nem mindent angolul írnak már le. Nem egy rossz kezdeményezés. Na most az a kettő, az mi nem volt, egy rossz kezdeményezés. Mondtam, egyébként én se értettem. Hát de figyelj, lehet, hogy ez már egy eleve egy szűrés. Rögtön egy teszt, hogy megvan az angol középfok. Hogy tudsz-e angolul, akkor jelentkezik. Ha érted, hogy mire jelentkeztél. Na, én megnéztem egy-két álláshirdetést, és a dolog egyébként tényleg érdekes. Aki keresett már tényleg interneten munkát, az tudja. És már most mondjuk hallgatóinknak, hogy próbáljátok a ti munkátokat megfogalmazni, mit jelentett. Ugye beszéltünk egy kukással, ő zseniálisan írta le, mert 2 vagy 3 nappal ezelőtt, hogy ő tulajdonképpen mit csinál. Én már nem is tudom, hogy ő mit mondott. Hogy pontosan azt milyen mondta, munkát... Hogy logisztikai menedzser asszisztens. Logisztikai menedzser asszisztens, és kiderült, hogy a kukás autó hátulján álltok. Szenzációs volt. De ebben az esetben a logisztikai menedzser valószínűleg a sofőr. Igen, és ő az asszisztens. Ő az asszisztens. Tehát egy logisztikai menedzser asszisztens volt, és kiderült, hogy kukás autón áll. De hogy valószínűleg minden magyar munkának megvan az ilyen baromi bonyolult, érthetetlen, kicsit szakzsargonos, angolos kifejezése, amiből meg nem mondod, hogy egyébként te cukrász vagy, te pék vagy, te kukás vagy, vagy éppen villanyszerelő, vagy egyszerű recepciós. Na most például találtam ilyen hirdetéseket, Senior Helpdesk. On-site support munkatárs, így szól a... On-site support munkatárs, így van. Banki nagyvállalat és ipari területre fókuszáló IT biztonsági vállalat keres Senior Helpdesk on-site support munkatársait outsource szolgáltatásban való munkavégzés. Senior Helpdesk. Így szól az álláshirdetés. Akkor ezt Spanyolországba adták fel. És itt van, hogy ez miről szól valójában, hívások, bejelentések, fogadása. Tehát magyarul ez a helpdesk, ez tulajdonképpen, hát a helpdesk, az tudjuk, hogy itt jelent, az a telefonos, aki ott van, befut az ügyfélszolgálatra, egy telefonos recepciós. Munkatárs, recepciós, így van. Tehát amikor te odamész és segítséget kérsz, így van. Senior? Senior helpdesk, így van. Banki nagyvállalati sípőt. A szenioriták nem is. Senior helpdesk, on-site szapon munkatársakat keres. Nagyon sok ilyen van egyébként, és valójában nem lehet tudni, hogy ezek az állásajánlatok mit kínálnak, aztán ha tovább olvasod, és van némi fogalmad az álláskeresésről, akkor azért tudod, hogy ez mit jelenthet valójában. Erre miért van szükség? Ez így komolyabban hangzik? Vagy eladható? Vagy egyszerűen csak már tényleg annyira beszivárgott az angol nyelv, hogy már mindent így fogalmazunk meg. Miért kell ez? Miért nem lehet ezt egyértelműen leírni? Nem lehet, hogy egyébként egy nagyon rossz munkára így próbálnak meg, vagy egy nem nagyon rossz munka. Igen. Nagyon-nagyon nem találnak rá megfelelő embert, és mert hogy nem érdekli az embereket ez a munka, kitalálnak rá egy angol szakzsargont, egy angol megfelelőt, és akkor csak ez izgalmassá válik. Tehát ez a telefonos, hogy van, ez helpdesk? Igen. Helpdeskes. Telefonos vagyok egy cégnél. Melyik a jobb? Helpdeskes, izleges? Én veszem fel a telefonokat, ennyi. Ennyi? Helpdeskes vagyok. Helpdeskes vagyok. Jobb a hangzik. Jobb, helpdeskes. Akkor valószínűleg ennyi a titok. Hogy nem az, mert arra senki nem jelentkezik ma már, hogy telefonos. Legyél telefonos, amit te milyen szolgáltatónál, legyél helpdeskes. Ugyanaz, mint a névjegykártya, nem? Tehát oda is minél komolyabbat kell írni, menedzsert kell írni. Hallottam egy nagyon jót, a Visual Merchandiser. Visual merchandiser, ez mit jelent? Visual, az ugye látvány. Hát, képkeretező. A visual merchandiser az, aki kimegy a kirakatba és berendezi a kirakatba. Na. Tehát van egy adott termék, és a vizuális arculatot kell úgy kialakítanod, hogy nem magára, mint a szórólapokra, vagy nem tudom, Facebook kampányra, hanem te odamész, és a legjobb vásárlási élmény biztosítva, odamész és berendezed úgy a kirakatot, hogy a vevők jól érezik magukat már, amikor ránéznek a kirakat. Nagyon jó. Ő a vizuális merchandiser. Igen, mert a kirakat rendező az ilyen nagyon szockós.
Igen, azt ezt a multicégek hozták be nyilván, amikor megjelentek, ugye, és akkor elkezdtek így fogalmazni, és bejöttek az angol pozíció nevek, de azért ez szenzációs. Mit dolgozom? Visual merchant. Visual merchant ezek, tényleg? És szereted a munkát? Bármi legyen is az. Igen, valószínűleg lehet, hogy ezt úgy gondolkodnak, hogy értsd meg, ha hozzánk akarsz jelentkezni. Tehát legyél annyira jó angolból, aha, hogy tudd, hogy mire jelentkezel, nem? Hát, de szerintem és nem ez már egy elsődleges szűrő. Nem kell angolul beszélni. Hát azért sok helyen hát ha a 9-es telefon gombot megnyomod, akkor oké, oda speciálisan vesznek föl. De szerintem a magyar, aki tehát a magyar... ha nem érted, ne jelentkezz. Nem lehet egy ilyen szűrő. Ha érted, akkor az már jót jelent. Hogy helpdeskes vagy. Nem tudom, helpdeskes. Hát ezt most lehetne így, hogy telefonos. Ez mi ez az? Például autooptikai karbantartó. Micsoda? Autooptikai karbantartó. Hát ez automosó. Na, most oda kell ezt érteni, hogy autooptikai karbantartó. Hát ez autótakarítás, nem? Valamelyik, nem tudom, bevásárlóközpontnak. Igen, de hát ehhez se kell angolul tudni. Hát ahhoz kevésbé kell, igen. Igen. Jó, na megnézzük akkor hallgatói, mit csinálnak, jó? Próbáljátok megfogalmazni, hogy ti mit dolgoztok. Akár az is lehet, hogy nem írjátok oda az eredetit, és megpróbáljuk kitalálni, igen, hogy milyen megoldás. Hogy mi lehet a ti munkátok, ha egy kicsit megpróbáljátok angolra fordítani úgy, hogyha mondjuk azt egy névjegykártyán olvassa el az ember, akkor bepisil a gyönyörűségtől, és úgy érzi, hogy megtalálta azért dolgozóját. Előnt minket tisztelet rögtön, hogy úristen, ilyen magas a kvalifikált emberrel találkoztam. Igen, és már látjuk a szakmai önéletrajzot, hogy 6 nyelvvizsga, 4 egyetem és 20 év szakmai gyakorlat brutál multi. Reggeltől estig Armániban. Igen, telefonnal, céges autóval, mindennel. Jó? Írjátok le nekünk, hogy mi a foglalkozás. Tehát ilyenekre gondolok, ez az input-output manager. Ugye? Ja, ez a portás. Óriási. Input-output manager. Bekísér, kivisz, és intéz mindent, ami a belépéssel, kilépéssel kapcsolatban. Igen, ő a portás. De mégse írhatod rá egy névjegykártyára, hogy jó. Kis József portás. Igen, nem jó. Hát, igen. Kis József input-output manager. Igen. És egyből megkajáltad. Megvetted a palit. Eleve Peter Little. Peter Little input output manager. Kérem. Peter Little. Én a Fisáról által is iskola. Hol bezőmás. Peter Little input output manager. Így van. Na, várjuk az SMS-eket. Addig jó? Is jön természetesen senior newsmakerünk Ákos. Newsmaker. Így van. Tehát legyen benne az account, az nagyon fontos. Legyen benne, hogy kreatív, és legyen benne, hogy menedzser. Mert ugye ma már mindenki tényleg kreatív, meg head of, meg menedzser, meg tehát ilyenek vannak ugye a részlegvezető, osztályvezető, hát ezek vannak rajta. A head of az a fejvadász? Igen. Nem, az a részlegvezető, osztályvezető, a feje valamelyik részlegnek. És a head on? Az kalapkészítő. Az brutál kalapkészítő. A kispesti kalapáruházban. A porrókás. Nem tudom. Írjátok meg, hogy mivel foglalkoztok, jó? Legyetek angolok egy kicsit. Várjuk az SMS-eket. Mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 1 perc múlva. Szép reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. És egy kezdeményezéssel foglalkoztunk, ami arról szól, hogy az álláskeresők szeretnének összefogni minél nagyobb számban, és rávenni a multikat, hogy igenis adjanak ki egyértelmű állás ajánlatokat, állás hirdetést, és ne csak az angol száz nyelv területről érkezők értsék, hanem ha valami olyan munkakörre keresnek embert, ahol nem elsődleges a nyelvtudás, azt próbálják normálisan leírni. Erre a multikban mondhatják, hogy nálunk ez akár lehet egy elsődleges szűrő is, vagyis ha érted, akkor már lehet, hogy alkalmas vagy arra, hogy jelentkezz a munkára. Ha nem érted, akkor úgyse veszünk föl, mert ha azt nem érted, hogy mire jelentkezel, akkor nincs esélyed bekerülni. Tehát két oldala van a dolognak. Minden esetre szeretnék a munkakeresők, hogy egyértelműbben magyarosan írják le azokat a foglalkozásokat, amik egyébként tényleg magyaros foglalkozások, vagy magyar foglalkozások, és nem biztos, hogy angol nevet kell neki adni. Szerintem a meghirdetett állások jelentős százalékában nem szükséges az angol tudás, ahol angol nyelvű a meló leírása, nem? Simán lehet. Én azt is adok ezzel egyébként, hogy a saját fontosságukat akarják egy picit egy másik hát igen. szintre helyezni azáltal, hogy így fogalmazzák meg a hirdetéseket. Igen, meg gondolom, ebben az is benne van, tudod, hogy egy multi, akinek van valahol külföldön egy központi vezetője és egy központja, ott azt mondja, hogy ennek a foglalkozásnak ez a neve. Tehát az itteni multi, ha felad egy álláshirdetést, és azt mondja, hogy már pedig erre keresünk jelentkezőket, akkor nem
önhatalmulag ő nem magyarosíthatja ezt, ha a külföldi vezetőség azt mondja, hogy már pedig mi, ha a portást, ha a recepcióst keresünk, nem írhatjuk oda, hogy recepciós, hanem azt kell írni, hogy helpdesk kell, és akkor vagy front office manager, és akkor tudjuk, hogy az recepciós jelent. Tehát, hogy nem kapnak felhatalmazást arra, hogy magyarosíthassák ezeket a neveket, hanem külföldön is ezt használják, akkor a magyar leányvállalatnak is tulajdonképpen ezt kell használni, és így kell feladni álláshirdetést. Olyan előfordul, hogy ez van a dolog. Mondjuk az, aki feladja az álláshirdetést, és megkérdezi az egyik kollégát, hogy figyelj, most mire, melyik állásra is keresünk? Mert oké, jó. Recepciós. Vigyázz. Na, kértünk benneteket, hogy írjátok le nekünk, hogy ti mit csináltok. Tehát ha állást keresnétek, és mondjuk angolul találkoznátok a saját állásatokkal, megismernétek-e? Vagy ti hogy adnátok föl, ha keresitek egy betöltetlen pozícióra embert, hogy mit vagy kit kerestek. Hallgatóink elküldték a saját munkájukat egyébként, hogy azt hogyan lehetne jellemezni. Én kegyeleti design manager vagyok. Írja. Várjál. Valaki kegyeleti design manager. Ez nem nehéz. Kegyeleti design manager. Mit csinál? Temetésekkel foglalkozik. Temetkezési vállalat. Koszorúkat készít. Kegyeleti design manager. Anna írta nekünk. Valaki ezt írja, egy second hand shop dealer. Second hand shop dealer. Ez használt ruha kereskedő, így van. City bus line logistic manager vagyok. Helyi járatos buszsofőr. Nagyon jó. Kreatív agrár menedzser assistant írja nekünk valaki. Ez traktoros. Ez ugye nem más, mint a traktoros Krisztiánnak. Köszönöm szépen. Output product dump cleaner állásban dolgozom. Kimeneti termék, tároló, tisztító vagyok, vagyis WC pucoló. Felrúm. Küldte nekünk. Egy nyomvonalon haladó kézi munkagép erő kezelő technikus. Írja valaki. Talicskás, ezt ismertem, ez jó. Egy nyomvonalon haladó. Igen. Közép-Kelet-Európában International Sales Executive vagyok. Igazából házalok nap, mint nap. Egy angol cégnek dolgozom. Azt mondja, hogy Sickwater Factory buborék számláló menedzser. Sickwater. Szódás. A szódás vagyok Dömsödön. Ezt Petya. From Dömsöd. Igen. Endorfin menedzser vagyok. Írta nekünk Attila. Endorfin menedzser. Ő mit csinálhat? Szerintem lányokat futtat. Cukrász. Ja. Igen. Aztán vertikális transfer menedzserként dolgozom. Mit csinálhat ő? Vertikális transfer menedzser. Kamionos. Ne, vertikális. Vertikális. Ja, akkor lift kezelő. Lift kezelő, így van. Ő hát nem vált, hogy a lift kezelő. Vertikális transfer menedzser. Leföl, ő kezeli a igen. Alien driver. Alien, mint tök primitíven idegen. Próbáld lefordítani. Igen, idegen, csak driver. Idegen sofőr. Idegen vezető. Ja! Te primitív idegen vezető. Alien driver vagyok. Idegen vezető. Zseni vagyunk, jó. Igen, aztán valaki ezt írja, hogy ő a food logistic manager üzletágban dolgozik. Mit csinálhat? Food logistic manager. Laci küldte nekünk. Kaja koordinátor, felszolgáló. Az mi? Ebédfutár. Ja, ebédfutár. Igen. Domestic supervisor. Az mit jelenthet? Tehát nyilván takarító. Domestic supervisor, így van, hogy takarító. Ez a hivatalos megfogalmazás. Az, hogy cleaner, az degradáló. Tehát az nem jó. Ő a domestic supervisor. Várjál, a supervisor az már főnök, az már ellenőrzi a többieket. Igen. Angolul én back office munkatárs vagyok. Aha. A back office. A tulajdonképpen ő... Az a háttér. Hát ő ez egy mindenes. Igen. Tehát ő az, aki tényleg lókifüti, hoz, megy, adatot rögzít, feltölti a fénymásoló patron. Tehát ő a back office-os, aki biztosítja, hogy minden flottul menjen a munkahelyen. De egyik menő, nem? Jó, nagyon jó hangzik. Back office-os vagyok. Back office-os. A Nokia-nál. És betérdez azt, hogy back office-os vagyok, így van. Azt mondja, hogy Security and Defense Assistant Senior Manager, írja valaki. Az mit jelent? Biztonsági őr. Biztonságtechnikus. Nem vagy. Ja, nem, biztonsági nem, őr technikus. Autooptikai karbantartó, igen, ezt már olvastuk, ő ugye az autó mosós, ezt Kagen küldte nekünk, és alkatrész mozgató projektmenedzser.
Nagyon beteg dolgok. Targoncás. Ő a targoncás, így van. Mentálhigiéniás szakreferens. Mentálhigiénész szakreferens. Ő pedig a takarítónő. teljesen megfogalmazhatatlan, vagy megfejthetetlen. Van ebben valami jó. Azért? Van ebben valami, igen. Többet akarsz mutatni magadból, igen. Akkor keresem. Ki a Mother Book Driver? Mother Booth? Book Driver. The Book. Anyakönyvvezető? Anyakönyvvezető. Nagyon jó. Mother Book Driver. ő az anyakönyvvezető, így van. A Beauty Coach, írja nekünk valaki, az ugye a kozmetikus, így van. Élő szállítmány minőségi supervisor. Ő a BKV ellenőr. Na jó, perc. Jó, igen, a Mother Book Driver az abszolút vezet, tehát az nagyon jó. Mint anyakönyvvezető. Na jól van. Hát köszönjük jó, az esemeseket. Van ebben az összefogásban valami, igen. Igen. Olyan, mint egy új nyelvet tanultunk volna meg. Igen. Hogy állunk a mosógépekkel? Jönnek a jelentkezések még mindig? Iszonyatos mennyiségben. Érthető, mert marha jó egyébként a csere akció, játék, hogy hozzá kapcsolódik, rettenetesen sok jön. Sok jön, igen. Jó, mindjárt sorsolunk egyébként a következő órában, de most játszunk, itt van egy hallgatónk, és hármas ugrás, játszunk már is. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Sándor vagyok. Hello, Sándor, honnan hívtál minket? Hát egyébként Debrecenből, de most Csehországból. Na, mit csinálsz arra? Én egy szeliter cégnél dolgozom, és az egyik termékünkkel van egy kis probléma, most ezt viszem ki a kollégáknak, hogy találjuk meg együtt a megoldást, úgyhogy remélem, hogy sikerül, és hogyha megvan, akkor ma még jövök is vissza. Szanitert mondtál? Nem értettem jól. Igen, így van, szaniter. Hát minden, ami a fürdőszobában szükséges. Fürdőszobai felszerelések tulajdonképpen. Így van. Megnyitjátok a csapot, és öblít a WC, gondolom akkor. Ettől egy kicsit bonyolultabb, vannak már olyan termékek, amelyek természetesen elektronikával működnek, és most egy ilyen jellegű miatt kell, vagy kellett kijönnöm ide Csehországba. Jobban mechanikus, az elektronikusokat lopják el elsőnek, ne bevásárolok központok rejtjéjéből. Bizony. Igen, de ez egy magánvevőnek lesz, úgyhogy reméljük, hogy saját magától csak nem lopja el. És mi történt? Betolt a gőzkabin? Vagy milyen? Egész egyszerűen az egyik alkatrész valamilyen úton-módon kimaradt, és most azt próbáljuk orvosolni. Magánvevő? Egy alkatrész? Csehországba utaztok ki miatt? Ki az a magánvevő? Áder János? Egy alkatrész? Ez egy hosszú történet, inkább most nem mennék bele. Na, jó? Szóval igen. Jól van, persze. Na, milyenek a kérdések? Hát most egy picit könnyebb, mint tegnap volt, hogy emlékeztek a tegnapi adásra, egy 2,3 milliárd dollárt hozó film trilógia kapcsán megírtak a kedves hallgatók, hogy az bizony egy rétegfilm. Az volt egy most egy picit, bocsánat, nyilván, sőt, művészfilm volt. Na nézzük, jó, itt szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Hány úszásnemből áll a vegyes úszás? Négy. Így van. És aki nem tud úszni, az most az érted, az érezze magát kellemetlenettől az egésztől? Elnézést. Menjünk tovább? Hát próbáljuk meg, persze. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Hogy nevezik a vadkacsákat a Vuk című Fekete István regényben? Társ. Nagyon. Jó vagy. Így van. Jöjjön a harmadik kérdés? Milyen jellegű? Méret. Mekkora? Mekkora? Vagy mi mekkora? Hát ez az. Na, ez a kérdés. Ez a kérdés, hogy mi mekkora? Hát, próbáljuk meg. Van nálam egy ilyen repi méterrúd, úgyhogy egy tolostok, tehát hát, ha le tudom jönni bele. Melyik Magyarország második legnagyobb tava? Így szól a kérdés. Ne kapkodj. De nem nehéz. Esetleg átnyúlik Ausztriába? Ne, ez embargóba. A harmadik én, és én nem segítünk. Hát, egy életen Fertőtó. Nem. Hát a Fertőtó magyar része viszonylag kicsi egyébként, egyharmad, kétharmad arányban van, ha jól tudom. Ez az egyharmad nem túl nagy, ami itt van nálunk. És ha úgy hangzott volna a kérdés, hogy természetes tava, akkor még esetleg jó lett volna, de nem, mivel ugye Tisza tó, a kiskörei víztározó, az hát, Magyarország második legnagyobb tava. Hivatalosan. Igen, hát ez a Tisza tó, így van.
szemét, Jani, aljas, mocskos kérdés van. Igen, igen, lehetne analizálni, hogy a Tisza-tó, mert én például még valóban, mint kiskörei víztározó ismerem, és hát ugye ez egy mesterséges létesítmény. De nem mondta, hogy természetes. A legnagyobb tó az a Tisza-tó. Így van. Hát a legnagyobb a Balaton, a második legnagyobb a Tisza. Második legnagyobb, így van. Most már hiába vagy okos. Hát igen. Na, búmozzunk egyet, jó? Mennek az ajándékcsomag, tiki-taki. Hogy? Azt a betyárját. Nem. Sajnos nem. Nem ad. Nálam nem. Sem. Csállatok? Nem, semmi. Semmi. Nem jelez a rohadék. Csanyikám. Most nincs ajándék. Köszönöm csomag. Szépen a lehetőséget. Mi is köszönjük, azért jól játszottál. Oké. Okay. Köszi. További jó műsorvezetés. Picit elkeseredtél most. Hát igen, tehát ez az utolsó kérdés kicsit valóban. Jaj, annyira, légy, ne, okay, értem, most nem bele egy 10 percet, még ezt fogjuk hallgatni, jó, még fél 10-kor is a Janitól. Te nem maradsz itt vele adás után, jó, én még ezt negyed 11-kor is hallgatni fogom, hogy engedd el. Tegnap is rúzzatok bele egyet, ma is, ez most már sok lesz. Egyenként reklamáljatok az interneten felelhető összes olyan forrás tulajdonosánál vagy írójánál, aki azt állítja, hogy Magyarország második legnagyobb tava a Tisza-tó. Én meg azt gondolom, hogy írjátok meg Janinak SMS-ben, ha nem értetek egyet a kérdést. A telefonszámot nézzük csak fel. Meg neki SMS-ben. Jogos, lehet reklamálni 0670-0670-0670. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok! Hello, hello, hello! Hello! Adjál neki még! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! És a szoftver. A szoftver miatt van. Mondtam, hogy ne a Volkswagen törende. Bizonyám. 3 perc, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Budafoknál torlódik a forgalom, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Aztán nézzük még, hogy mi a helyzet. M1-es, M7-es ma is óriási dugó, Árpád hídon egy autó el, M3-as befelé a Szerencs utcától áll. Viszont jobb a haladás, azt írják a hallgatói, mint tegnap, tehát valószínű, hogy kész vannak az aszfaltozással, és ma már nem kell akkora dugóra számítani, mint tegnap, nem kell kerülő utat keresni. Van egy kis dugó, de nem az aszfaltozás miatt, az M1-es, M7-es bevezetőjén, úgyhogy elhárulni látszik a tegnapi probléma. Szuper. És nincs már káosz. Szuper. Nincs már szupcsi. Káosz. Szupcsi. Dolgoztak, mint az álcsik. A szupcsiba. Szupcsi. Így van. Na. Kérlek, adjátok meg a címet, hova kell menni reklamálni, van egy 17 éves golfom. Most akkor én is kapok vissza 30 ezer dollárt? Szegély. Ájjaj, hát ez szép lesz. Szép lesz ez a történet, igen. Mi is foglalkoztunk vele. Reggel ugye a Volkswagen botránnyal. Na! Nem sokára sorsolunk egy újabb mosógép tulajdonost, egy mosógép nyertest, mert hogy valaki lehetőséget kap, hogy megnyerjen egy mosógépet. De előtte hoztam neked valamit, Feri. Jaj, nem már, hogy lett ennyire rendes. Leszokásban segítő? Várjál, próbálom kitalálni. Nem. Egy cigi. Nem. Egy dobot cigi. Nem. Kár. Bár szeretném, hogy rágyújtsál, mert nem akarok kopasztani decemberben, tehát nem szeretném kopaszt borotváltatni a hajam. Nem. Hoztam neked egy nagyon szép cipellőt. Te ronda, vagy de szép. Olyan, amit Jani hord. Egyébként olyan, nekem bejön. Igen. Tehát nem szép. Csak de nekem mondjuk fél pár elég lenne, hogy ebből neked négy kijönne. Ünnepi is. Hoztam neked cipőt, és abban a megtiszteltetésben lehet részed, hogy Janival úgy döntöttünk a hátad mögött, hogy ezt ma te letesztelheted. De rendesek vagy. Ezt te ma letesztelheted, ezt a cipőt. Tud? Elgyalogolsz bele. Máté szakáig meg vissza. Jó. Mert 3-2 egy test. Arra gondoltunk, hogy régen volt már terméktesztünk, így teszteljünk egyet. És megnéztük a kis videót, és arra jutottunk Janival, hogy ezt senki más nem teszteleti. Senki más nem, nem lehet, csak tesztirigyek. Nem lehet, hogy tesztirigyek, nem vehetjük el tőle. Miért érzem, hogy szívattok? De, ahogy is. De. Nem. Mert például kiömlő tejálló. Így van. Is. Azt írja tejálló. Ez... Én nem iszom tejet. Hát, na, ez most mindegy, ez egy teszt. Csak mondom neked, hogy ez egy munkavédelmi lábbeli.
Így van. És azt írja neked, vagy azt ígéri, hogy vízlepergető, király, antisztatikus, olajsav és kopásálló, saválló, párnázott bokarész és békanyelv, energianyelű, sarokrész. Tehát ha lejjed nyalogatja, akkor mondok ez, hogy sem volt már jó. És megnéztük ennek a cipőnek a videóját, és ezt a cipőt úgy árulják, hogy fognak egy fodarabot, beleütnek egy százasszöget, tök jó, és valaki beleáll ebbe a cipőbe, és rálép. Rálép erre a cipőre, és állítólag a százasszög elhajlik. A rokonok jól vannak? Illetve nem üti át az alját. Nem üti át az alját. Fognak egy kalapácsot, elkezdik a cipőnek az orrát verni, miközben igen, valaki benne van. De úgy, hogy rajta állok a százasszögön? Nem úgy, hogy rajta benne, ja, vagy benne a vagyok a cipőben. Mindenképpen ráhelyeznek egy légkalapácsot, lerakják maxra, és a végén, amikor már a szája tátva maradt, és azt mondtad, hogy úristen, hát ha én veszélyeztetett helyen dolgozom, és tényleg egy építkezésén is kell ez a cipő, akkor fognak egy teherautót, és átmennek emberünk lábán. Fognak egy pajszert, és pofámba. Na, ezt fogom én majd. Mivel érdemeltem ki ezt az óriási szeretetet? Mert csak 47-es volt. Gondoltuk, hogy ezt senki nem tesztelheti le, csak te. Én leszek szívesen a sofőr, hogy azért érezd a valamit a is levegyél belőle a munkából. Aha. És szerintem én hozzam a kaján vigyort. Mit mondtál, mennyi a 2,5 tonna a Verda? Nincs több 2460 kilónál az én autóm jelen. Már megérte. Ez egy régi vágású terepjáró az. És gondoltuk, hogy nézzük meg, hogy valóban tudja-e tartani a cipő ezt az ígéretet, amit ad nekünk kalapáccsal, szöggel és autó áthajtással a lábadon. Köszönöm, srácok! Uh-huh. Köszönöm! Gyula, köszönöm! Gyula, a sav megvan! Saváló! Úgyhogy terméket tesztelünk, kint már mindent előkészítettünk, megvan a kis fadarab, abba bele van verve. Egy százasszög. Bele majd beleverek én is egy, valamit. Legyen nyolc. Arra kell majd ráfeküdnöd. Van kalapácsunk, van mindenünk, van autónk is, úgyhogy belebújsz ebbe a lábbelibe. Berakod az autóm alá, és szépen átmegyek a lábadon. Én nagyon hiszek ebben a cipőben, de most ezt nagyon komolyan mondom, és szerintem sokkal többet bír, mint amit ezek a videók ajánlanak. Úgyhogy szereztünk egy szögbelövőt is, igen, és egy... Reméljük, hogy ez a munkavédelmi bakancs nem német, és nem is hamis adatokra épül, mint ugye a Volkswagen. Így van. Úgyhogy hát reméljük, hogy tényleg tudja ez a termék tartani azt, amit ígér, mert ha esetleg össze roppan a belső váz, vagy nem tudja tartani, akkor egy picit sántítani fogsz, Feri. De ez nem tart sokáig. De nem érdekes, hát most úgyis van bajom. Gyorsan megyek át a lábadon, akkor kevesebb a terhelés. Jó? Aha. Tehát nem állok meg a lábadon, és ennyi visszafelé. Jó, és igen, és a szöget is gyorsan húzott ki belőle, ugye? Jó? Uh-huh. Egyet megígérhetek. Ha a cipő cserbe hagy, perelünk, tesó. Na, jó? Így perelünk. És ezt ugye... Húde fogom szeretni, jó? Ott állok gipszert lábban. Azon a kártársaságot alapítunk, összefogunk, és perelünk. Nem hagyjuk annyiban, ha amputáljuk most 4 lábujjadat. Egy kis bicebóca. Azok a lábujjak nekünk legalább ugyanolyan fontosak. Jó? Ha mégse bírja ki, perelünk. Az ügyvéd az én költségem. Jó? Jó? Nem lesz vele gond, hidd el. Na, úgyhogy jövünk terméket tesztelni, egy pici zenét berakunk, nem tart sokáig, nem fog fájni. És a zene vagy a szög. Reméljük a zene se. És utána kimegyünk, és leteszteljük ezt a bakancsot. Ha jó, megadjuk, ha nem jó, nem adjuk meg. Ennyi. És ha nem jó, most kivételesen fizikai fájdalom formájában fogjátok hallani, hogy valójában nem tudja a termék azt tartani, amit ígér. Ha nem jó, megtartatod a cipőt. Ha jó, visszakérjük, mert kell olyan. Kibéleli egy konyharuával, tud benne járni azért, mert 47-es, csak tesz bele némi vattát. Nem, betapasztjuk és elmegyünk az ország második legnagyobb tavára csónakázni. A Tiszatóra. Jó? Melyikkel kezdjünk? Kezdjünk a szöggel. Kezdjünk a szöggel, természetesen videóra archiváljuk. Van egy kalapácsunk, tehát először ráütünk, szögre állítjuk, autóval megyünk át rajta. Ez nagyon jó. Csákány próba nem volt benne? Ütvefúró próba volt. De és föl is gyújtjuk. Fussunk neki. Így van. No? A szakállat. Úgyhogy egy pici zene és jövünk vissza mindjárt, terméket tesztelünk, senki nem menjen sehova. És drága mosógépek, mondjuk, hogy valaki ma esélyt kap arra, hogy lecseréljük, hogy nyugdíjba mehessen, és végre elkezdhesse élvezni a nyugdíjas éveket, jöjjön, menjen, utazzon, mert nem kell többet mosnia. Egy szerencsés mosógép és a gazdája. Jöjjön, menjen, utazzon. Most már egy kicsit tovább gondolom. Jó, hát ez az egész játék nagyon beteg, hogy mosógépek írjanak. Ez olyan lenni, mint egy ilyen NDK bábfilm. És megfogták egymás kezét a mosógépek, és elindultak. És elindultak nyugdíjba. Így van. Úgyhogy jövünk a tesztel néhány perc múlva. The shallower it grows, the fainter we go, the fade out loud.
Elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel? Akkor ne érd be a cuki helyet a cikivel, a frankó helyet a gatyival. Teszt a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Na itt vagyunk, 9 óra után 21 perccel már kint, és a munkavédelmi bakancs Ferenc. Jó néz ki. Azt kell mondjam. Azért ne higgyel mindent, amit a Jani mond. Szóval szerintem azért figyel. Egy munkavédelmi bakancs jól sosem nézett ki, de egyébként igen, nem rossz. És tudod, mi benne a legjobb? Hogy mondjuk, ha például ezzel az acélbetétes résszel fejen rúgnám így a Janit, mert megérdemli, mert ő akar engem kikészíteni most, akkor az neki fájna. És hogyha én így kihajolnék jobb, és tökönból intralálok közben, akkor az meg nekem nagyon fájna. Akkor nagyon sajnálom, hogy nincs itt Laci, és nem veszi videóra az egészet. De egyébként ez már akkora méret férjem, hogy ez a 47-es lába, hogy vízen tudna járni rajta, mint, vagy vele, mint Jézus. Mint ahogy a kicsik is megsértődnek azon, ha cseszegetik őket a kicsiségük miatt, a nagyok se örülnek annak, ha cseszegetik őket a nagyságuk. Jó, de az átlátszó, érted? Egyébként tényleg, ha velencei tavon lennénk, fognál egy evezőt ebben a cipőben, átevezel a másik oldalra simán. Tehát csak, és még csak fel se borulsz. Hát azt hiszem, hogy csak egy másfélszer ekkora volt a Szent Jupát. Az mégis milyen nagy dolgokra képes. Mi? És ketten is át. De mi az Isten van a kezedben, már ne haragudj. Elmondom, mi volt a videóban. A videóban azt látjuk, hogy először is fognak egy kalapácsot, és elkezdik ütni a cipőt. Ez az első. Aztán emberünk rálép egy fadarabra, amiben alulról bele van verve egy százas szög, hogy ugye felfele álljon, mint egy szép ike vagy gyertya. Készültünk, ez is megvan. A teszt harmadik része pedig, hogy a videóban azt látjuk, hogy emberünk ugye berakja egy nagyobb teherautó alá, gumia alá, ugye a lábát, és átmegy rajta, majd visszatolat. Tehát kétszer átmegy rajta. Hát ez csak Feri lehet, aki kipróbálja. Ez nem lehet más. Halljuk be, őszintén egy hazai építkezésen gyakorlatilag ezek a dolgok egy fél óra leforgása alatt be is követelhetnek. Több is. Na. Na. Itt van a kalapács a kezemben. Ez nem egy pár próbaütés a beton. Nem már! Így van. Na, ilyet akarsz ütni? Mekkorát lehet ezzel ütni? Mutatom. Biztos elbírja. Mutatom, nézd csak. Elbírja ez. Innen van a betét. Ide ne sajnáljad. Jó. Na figyelj, felemeltem a kezem fejmagasságig. Én nem fogod eltalálni, nem hát, már. Mi nem az egész betétes fölülről? Nem az egész betétes, csak az eleje. Ha, jó van. Na, akkor kicsit kisebb betűtő. Jaj! Ilyen vagy, följött a beton. Bírja a homlokod. Na, ez az acélbetét? Az. Na. Kéne egy cigi, mi? Gyújts rá! Tesó, szívjál egy cigi! Élvezte is ezt a bibliai dílimet! Szívjál egy cigi! Ha rágyújtok, akkor átrakhatom Janira a bakancsot? Ha rágyújtasz, akkor fölveszem én a bakancsot. Ne nézd, Feri! A fogorvosnál se kérsz tükröt. De csukd be a szemed, Feri! Jó? Kalapács a kezemben, kioszt ezt a kalapácsit? Jó nagy és jó nagy. Nem lehet, hogy kicsivel kezdesz. Ütjük a cipőt, érzel valamit? Nem. Akkor már. Nem. És most a térdedet, nézzük működnek a reflexeit. Élével üsse. Én láttam, amikor átvette a bakancsot, az a lába üszkös, a másikat. Szétvered a bakit, nem baj? Ezt se veszik már vissza. Hát, csak elintéztem, hogy megtartást. Igen. Na most az a helyzet, hogy Balázs lebontott az elejét a bakancsnak. Igen. Aha. Feri vette át a kalapácsot, elkezdi ő is ütni a saját cipőjének az orrát. Fura ízlés. Bírja. Most mit csinálsz? Ugye kiegyenlített, hogy ugyanúgy nézzen ki, mint a másik? Király. Jó. Ez bírja. Aha. Nem, csak én is ütök. Hosszuk a százas szöget. Igen, százas szög. Nagyon rendel. Kemény. Tehát nézzük azt, hogy te egy építkezésen vagy, és egy tuskóból kiáll egy százas szög. Így van. Nem. Egy kollégádból egy deszkát. Igen. Letesszük a földre ezt a kis pallót. Menjél, mintha mi sem történt volna, és lép bele a százas szögbe, és teljes testsúlyoddal, ami hát azért tudjuk, ugye, hogy nem egy pillepalac, lépjél rá, és nehezedj rá. Spontán módon csináljuk azt, ami megtörtént alapból is, hogy Feri, valaki bele volt a sörödbe! Jó isteni keki! Műszakvezető úr! Egyébként ettől jobban félnék, mint hogy átmegy rajtam egy kocsi, komolyan. Figyelj! Ez ha alulról nincs jól megtámasztva, akkor ez rosszul néz ki. Már ránézni sem kellene. Feri ráállt a szögre, de még a súlyát nem helyezte rá a szögre. Egyébként most kezd el nehezedni, és a szög elhajlott. De várjál. És a szög feladta. És a szög azt mondta, hogy Jézusom, ki ez az ember? Átszúrt? Nem, átolta a deszkán. Kinyomja a deszkából. Tehát visszanyomja. Aha. Azt azért érzed, hogy a szöget beletolta a betonba a súlyába. Jó, hát a másodikon is átmentél, a szög elhajlott. Látható lesz a videó, elkészült. Nagyon király. Elhajlott. Azért belement egy kicsit. A cipőbe? Igen. Érzed? Vérzik a lábad? Vagy nem. Átszúrta? Akkor az fékolaj. Hát lehet, hogy csak kicsit meg akar. Oké. Na, ki ez az autó itt?
Nem áll. Nem szuszkulcs. Nem belül. Számít, megveszem készpénzzel. Felvásároljuk, megveszünk csak azért, hogy le tudjuk tesztelni ezt a terméket. Na. Mennyi ez az autó? Már nem pénzben, hanem súlyban. 1,8. Ó, hát akkor ez gyerekautó, 1,8. Te is üljél bele, kell egy kis súly még. Várjál, szólunk a rádióban, leveszem az előlapot. Úristen, hogy kell venni ezt az előlapot? Ilyen utoljára a kis poszkimba volt. Jó. Kicsit olyan, figyelj, tényleg elkész egy autót, teszel és fikázod, nem áll? Na, Feri berakta a hátsó kerék alá a lábát. Beindítjuk az automobilt. Ja, várj, ez nem automata, kinyomjuk a kuplungot. Na. Dízel? Ismeretlen mi? De japán. Úgy is néz ki belülről. Ez annyit tol ki, mint amennyit állítanak róla. Na, Feri berakta a hátsó kerék alá a lábát, a jobb lábát, és kicsit beljebb tett azt a lábát nyugodtan. Ne fossá be! Na, elbódítjuk előtte egy kicsit a Ferit, hogy ne fájjon annyira. Egyesbe rakjuk az autót. Helyérzéstelenítés. Átmegyünk Feri lábán. Szépen lassan és a tetején álljál meg. Ha lassan megyek, az nem jó, az jobban fáj. Ha gyorsan megyek, az a jó, azt nem érzed. Aha. Hát hidd el, hogy az a jó. Majd hát visszafeled... De szépen áll, megállsz rajta, jó. És utána lejön. Okay. Jó, várjál, akkor hogy hívják? Akkor Feri, elmegyek sóderé! Elindultunk, megyünk át az autón. Na, milyen volt? Ennyi. Átmentünk nem rajta. Nem persze, hogy átmentél, semmi, papukám. Hol a Rüki Gyugyó? Oké. És fölfele? Ha már jöttök. Visszafelé átmész a másikon. Aha, oké. Okay. Tolatunk egy kicsit. Igen. És most megyünk nem át. Rossz, tényleg nem át, és nem is kibírja. Érzed. Jó. Annyit érzel, hogy egy kicsit megmozdítja a lábad előre. Tökéletes. Most nézzük meg ezt úgy, hogy nincsen levegő a kerekekben, hogy csak a felnivel. Oh, tök jó, eresszük le most. Jó, hát figyelj, kibírta. Ugye ez gondolom acélbetét van benne. És elől az a, van. Elől van, és ott fogja meg. Megadjuk? Adjuk. Ezt megadjuk. Ez a célnak megfelel. Hát a cipő már nem néz ki jól, de a termék az önmagában kibírta a próbát, amit ígér, megadhatjuk. Szerintem egy építkezésen ez még mindig menő csuka, attól, hogy szétverted az előjét. Na most gondold el, és még előtted lenne a nap. Igen. Ez így csak az első egy 10 perc. Egy téglát nem raktál még arrébb, de már a cipőd már tesztelődött. Négyféle különböző. Ritkán tesztelünk olyan terméket, ami megadható volt, már egy-kettő a kezünk között, de ez azt hiszem, hogy 100%-osan kiállta a próbát. Amit ígért, a kalapácsot, a szöget, meg az autót, igen, azt megcsinálta. Jó. Na, egy másodperc, itt nagyon pici zene, de nem megy végig a zene, és utána jövünk mosógépet sorsolni, úgyhogy senki nem menjen sehova. A fotók azok fönt vannak a Facebookon. Így van. Pici szomorú vagyok, hogy átment a termék, nagyon reménykedtem benne, hogy most elbukik. Igen, azt szeretném kérdezni, hogy az elkövetkezendő két napra, ami a hétből hátra van, még mire számít, csak szopattok-e valamivel? Dohányzás, cipőszétverés, és mi van még? Rengeteg minden belefér, de azért külön köszönjük szépen az István Koráznak az epidurális érzéstelenítést. Na, jövünk vissza mindjárt és sorsolunk. Őrület, 9:30 pontosan, hát Szegedy-Fehérvári Gábor, Alfred, Otto, István, belefogjuk a szót egy kicsit, és itt vagyunk már, és sorsolunk, ugye? Mert hogy mosógépek várnak még arra, hogy lecseréljük őket, és gazdára találjon egy új. Rettenet mennyiségű mosógép írt nekünk. Én külön szeretem azt a részt, amikor felszólítod a mosógépeket, hogy írjanak e-mailt, de ők értik. Az egész játék nagyon beteg, de valahogy mégis öntudatukra ébredtek a mosógépek, és elkezdtek nekünk leveleket írni, úgyhogy nagyon jó. Hívjuk is a nyertest, jó? Kérdezzétek, hogy a sav az hol marad, azt adás után próbáljuk. Mindenképpen. Bár most a tetej lehet, hogy egy picit szivárogni fogott, ahol Balázs megbontotta egy kicsit a kalapáccsal. Szóval azt írja, menjetek rá egy kamazzal. Azt is kibír rá, jó? Ja, egy csomó jó fotó meg videó készült, ezeket felrakjuk majd a Facebook oldalunkra, jó? Na, hívjuk akkor a nyertest. Igen, tessék. Halló, jó reggelt, Morning Show, hello, Ivette. Hát, mit jó reggelt? Hello, Jani, Feri Balázs, ciao. Sziasztok, ez komoly. Igen, hello. Jó helyen vagyunk, Ivett, hello. Igen. Na, hát mi újság van? Hogy vagyunk? Hogy vagyunk, igen. Hát most már a fellegekben. Igen? Igen. Szóval a mosógépet szólt akkor, hogy levelet írt. Igen. És szeretne nyugdíjba menni. Nagyon.
Na, hát nézem ezt a kis versecskét, amit írt, és... Tegezzetek nyugodtan. Már mint a mosógép. Nem téged magáznak, hanem azt mondom, hogy amit a mosógép írt. Ja, igen. Na, de hogy mesélj nekünk egy kicsit a körülményekről, mert hogy hát ha jól tudom, akkor te nem is mosol géppel, ugye? Igen, én vagyok a mosógép. Te vagy a mosógép, tehát a mosógéped úgy írt levelet, hogy ő egy nem létező mosógép, mert hogy kézzel mosol, tényleg? Igen, így ahogy az kőkemény. Mondod, igen, csak egy régi hajdú rozsdás centrifugán van, ami besegít. És hány emberre kell mosnod? Hát kérlek szépen, van három kicsi gyermekem, itt a férjem, meg én. Az nagyon durva. Igen. Az nagyon durva. És nem tudtatok még összesporolni egy mosógépre, jól nem, tudom? Sajnos az anyagiak eddig nem tették úgy lehetővé, hogy ki tudjunk egyet spórolni, még akár egy használtat is, úgyhogy... Tehát akkor tulajdonképpen a saját kezeid írtak, hogy már egy picit valaki cserélje le őket, vagy egy... A pihenjenek egy kicsit, igen, kevesebb dolguk legyen. Pihenjenek egy kicsit, így van. A párod mivel foglalkozik? Hát ő sajnos most alkalmi munkából él. Alkalmi munkából. És neked van most munkád, vagy te most csak főállású? Én főállású anya vagyok itt. Igen. Főállású anya. Hát három gyerekkel azért az nem könnyű. Nem. Főleg télen, mikor jó kis sáros iskolai cuccokban, vagy oldás cuccokban hazatérnek, akkor aztán szoktam nagyon örülni. És akkor, hogy a kádban belengeded a vizet, vagy a csap alatt? Van labor, ilyen nagyobb, nem is tudom hány literes, jó nagy literes labor. Egyikben mosószer, öblit, aztán lehet a sikamik a kis kefével. De tetszik, hogy ilyen vidám vagy. Azért ez nyilván egyfajta hozzáállás. De a hangodat is hiszem el, hogy engem hirtatok. De most már elkezdheted elhinni, mert tényleg mi vagyunk azok. Igen, na, a jó hír az, hogy a kis kezecskéid akkor egy kicsit pihenhetnek, regenerálódhatnak a sok mosószer után, és nem kell tovább kézzel mosni, mert hogy szeretnél neked egy vadonatúj, gyönyörű szép mosógépet adni ajándékba. Oh, nagyon szépen köszönöm. Ki van még melletted? Az egyik ismerősöm, barát nem látogatott meg, éppen kint beszélünk a ház előtt. De jó, és most már ő is tudja, hogy... Igen. De Cuki, őt hogy hívják? Joli, hello Joli, ciao. Igen. Nagyon vidám csapat vagytok, ez tetszik. Igen. Általában igen. Ez tetszik, nagyon, nagyon helyesek vagytok. Mióta tart ez az állapot, hogy te kézzel mosol egyébként? Tudom, hogy írtad, hogy valamikor nagyon régen volt, csak tönkrement. Igen. Hát körülbelül két és fél éve. Két és fél éve. Három igen. Gyerekkel azért az... Az kemény. Na, hát mindig azt szoktuk gondolni, hogy jó helyre megy, de most aztán pláne. Úgyhogy Ivet használjátok egészséggel, örülünk, hogy tudtunk segíteni, és ahogy lehet, küldjük a felmentő sereget. Jó? Adás után... Nagyon szépen köszönöm, fiúk. Adás szépen után... köszönöm. Mondjuk szép napot nektek. De csak Joli. Joli nagyon tolja. Ivet, puszilunk, és köszi, hogy írtál. Én is köszönöm nektek. Sziasztok, szép napot. Hello. Hát ez tökéletes volt. Nagyon szimpi volt, igen. Azért három gyerekkel otthon, mosógép nélkül, nem könnyű. Gyakorlatilag nem? Így van, öt ember kézzel mosni, így van. Na, jó helyre ment a dolog. Jó van, még van két nap, úgyhogy holnap után is sorsolunk egy-egy mosógépet. Úgyhogy aki nevezett, mármint a mosógépe írt nekünk e-mailt, ne csüggedjen. Még lehet arra esély, hogy a gazdáját fölhívjuk, és ezáltal nyugdíjba mehet, és nem kell többet elviselni azt a megaláztatást, amit évek óta elvisel. Jó, úgyhogy még van remény, még van kettő darab mosógépünk. Na, mi tartunk egy pici szünetet, többek között az is kiderül, hogy milyen mosógépet nyert Ivet, és aztán jövünk a nap legjobb pillanataival a reklám után. Ez itt a Morning Show a Glass FM-en. 3:10 lesz, pontosan 4 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt hagyunk. És mutatjuk, hogy mivel foglalkozunk. Ma reggel 14... Nálam szól valami? Nem. 14 millió autót érint a Volkswagen dízel botránya. És hát erről beszélgettünk korra reggel, hogy egész egyszer, hogy történhetett ez a dolog, mi történt pontosan. És... oda jutottunk, hogy valószínű nem ők voltak az egyetlenek, akik csaltak, és
szent meggyőződésem, hogy pillanatokon belül kiderül, hogy ez csak a jéghegy csúcsa volt, és további autógyárak fognak itt bebukni, hogy turpisságot követtek el a mérésnél. Minden esetre azért hát megdöbbentő, amit a Volkswagen csinált, és nagyon, nagyon nagy baj van most náluk. És nincs vége a sztorinak, gyakorlatilag percről percre dagad a botrány, újabb és újabb információk derülnek ki. Most például a legfrissebb hír az, hogy alkalmazottakat is, tehát személyesen felelősségre vonható embereket is fognak talán, nem csak a cég felel érte, hanem azok is, akik ebben az ügyben részt vettek külön-külön. Majd felelősségre lehet majd őket vonni. Hát igen. Soki beszerelte, vagy mi? Aki kitalált, aki lefejlesztette? Kapsz a főnököttől egy utasítást, hogy ezt tedd be, mert ezt bele kell tenni, kérdés, egy morális szempontból, akkor most te mennyire vagy megkérdőjelezhető, hogy végrehajtod, vagy kirúgnak. Ha végrehajtod, akkor ugye bűrészes vagy, de hát ezt az utasítást kaptad a főnököttől, hogy be kell szerelni. Szóval ez egy nehéz kérdés. Erről beszélgettünk arra reggel, és hallgatóink is hozzászóltak a témához, valamint van egy kezdeményezés, ami arról szól, hogy segítsenek kicsit az álláskeresőknek, és a nagyon hangzatosra angol neveket próbálják lecserélni érthető magyar nevekre, hogy mindenki tudja, hogy tényleg, ha a recepciós keresnek, akkor recepciós legyen írva, ha ablaktisztítót, akkor ablaktisztítót, és ne legyen bonyolultan angolul megfogalmazva maga az állásajánlat és a foglalkozás. Hallgatóink megírták nekünk, hogyha ők jelentkeznének valahova, hogy ők adnak be az önéletrajzukat, akkor nekik angolul mit jelentene a foglalkozásuk. Találtunk egy-két nagyon szellemeset, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show. Itt vagyunk, 9 perc múlva, pontosan 10 óra. Rafkós azért ez a Volkswagen, gyerekek, Rafkós. Na már kijöttek valami közleményt, fogadjunk. Nem, most már elolvastam, és most már tökre értem, hogy mit csináltak. Tök ügyesek voltak, hogy honnan tudta a szoftver, hogy mérik. Nagyon érdekes a dolog. Na honnan? Ők kifejlesztettek egy speciális szoftvert, ami rájött, hogy mérési körülmények vannak, vagyis senki nem forgatja a kormányt, nyomkodják a féket, és maga a motorvezérlés ismerte fel, hogy laborvizsgálat van a gázpedál állásából, stb. És ugye a vizsgálópadon egyenesen áll a kormány. Rájött, hogy ugye csinálnak vele dolgokat, de a kormány nem mozgatják, vagyis nem vezetnek, akkor valószínű vizsgálat. És csökkentette a vezérlés, írja egy portál, és tök jó, a gázolaj mennyiségét, több levegőt szívott a motor, és módosult a befecskendezés időpontja, drasztikusan csökkent át a káros anyagkibocsátás. Ügyes. Más teljesítmény egyébként közben leromlott, de azt a mérésnél nem csinált, nem mérte senki. De milyen ravaszak egy? Aha, honnan tudjuk, hogy mérnek? Igen. Csináljuk egy szoftvert, ami felismeri, ha mérik. Mekkora ötlet, nincs kormányzás. Vissza a sebesség, de nagy. Ha én most autógyártó lennék, akkor én most előállnék azzal, hogy mi is ezt csináltuk. Még mielőtt kiderül rólam. Akkor is, ha nem vagy csináltad. Vagy bízol abban most, ha te is tudod, hogy azt csináltad a Volkswagenen kívül, hogy nem derül ki? Szerintem mert igen. Itt most mindenki borulni fog. Hát, mert most arra számít az, hogy mindenki a Volkswagen botránnyal el van, te megúszod. Igen. Na de ha a Volkswagen csak hamisan tudott ilyen alacsony adatot közölni, ugye ez benne volt a best, akkor a többi adat hogy lehet az valósan ilyen alacsony? Jó, akkor de... Tehát én futok egy 101-912-t, amit nem tudnak futni, és én beismerem, hogy doppingoltam, de te 913-at futsz, akkor te hogy futottad azt a 913-at? Jó vagyok. Te viszont jó vagy? Tehát ez a fenébe van. Hát akkor valószínűleg nézték a Volkswagen adat, és azt mondják, hogy nekünk is lejjebb kell hozni, de ha nem lehet természetes úton, csak csalással, akkor a többi hogy hozta lejjebb? Szóval itt még jogos. Te mit nyernek vele, hogyha bevallják? Mit? Ezt kérdezem én tőled. Most. Mit nyernek? Te mit nyernek tőle, ha bevallják? Mindig bedőlök. Sajnos erre nem tudok válaszolni. Te miért kérdezed tőlem? Nem tudom, hogy mit nyernek. Talán megmenekülsz attól, hogy kibukjon és nagyon ciki legyen, nem? Hát akkor még így... Még az első között lehetsz, aki bejelenti, hogy mi is, és majd elül a zajban, amikor jó, de mi sokat... bevallottuk. Igen. Igen. Csináltuk, de bevallottuk. Igen. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, de hogyha ez csak mérési szituációban fordul elő, tehát felismerni, akkor hogy derült ki, hogy csaltak? Hát úgy, hogy kivitték forgalomba okosok, akik egyébként ilyesmivel foglalkoznak, például környezetvédők, és aztán kiderült, hogy az autó egyáltalán nem azokat a paramétereket hozza, amiket a teszteléskor. Visszavitték utána a laborba, ott megint jókoltak az eredmények, és ebből jöttek rá, hogy valamit nem stimmel. Szerintem nagyon okos mérnök urak. Amerikában volt egy labor, ott megvizsgálták, és kiderült, hogy a Jetta nem hozza azt, amit egyébként papíron hoznia kellene, és beszereztek egy Passatot, és
egy TDI passzatot, és kiderült a TDI passzatnál, hogy a valóságban akár 40-szeresét is kibocsáthatja egyébként, amit ugye a prospektusban ígérnek, tehát egy hivatalos másik laborban bemérték, és így jön az amerikai szál, hogy egy talán virginiai kutatólaborban mérték ezt be. És ősz, és aranyosan vezetsz, és azt gondolod magadról, hogy mennyire jó fej vagy, hogy óvod a környezetet, de jól választottam ezt az autót. A legkörnyezetbarátabb dízel a piacon, de a családomra is figyelek. Ó. Igen, na hívjuk a naphallgatóját. Morning show. Ó, így kell csinálni, ez a profi. Hello, Dávid. Hello, sziasztok. Jó reggel. Dávid, hol hallgatsz minket? Pápán vagyok most. Pápán. Hát ugye te írtad nekünk a Motherbook Driver-t, és hát ezt nagyon szerettük. Nagyon szerettük. Anyakönyvvezető. Ugye ezt jelenteni, ha ez lenne a névjegykártyád. Te mivel foglalkozol, Dávid, valójában? Én még tanulok, egyetemen vagyok. Angol tanulok. Angol tanulsz. Na hát akkor így könnyű. De akkor azért az úgy jó. Dávid, van egy szép ajándékcsomagot, te vagy a napon. Nagyon örülök, köszönöm szépen. Köszönöm. Mi köszönjük, hogy minket hallgatsz. Jó, úgyhogy küldjük neked. Nem sokára, ha a reklámblokkot meghallgatod, azt látom, hogy ott még van egy-két plusz ajándékod, úgyhogy hallgass meg azt is. Köszönöm jó? Szépen, köszi. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Szia. Hello. Azért mi lehet most egy ilyen meetingen a Volkswagen, így beülnék, nem? Valóta a vezérigazgató, a nem tudom milyen head of, nem tudom, a gyártási igazgató, a részlegigazgató, tudod, és így ülnek, tördelik a kezüket. Nem és... fogy a pogácsa. Igen. Se. És a vezérigazgató még azon gondolkozik, hogy lemondjak, nagyjából péntekre meghozza a döntést, hogy nem tud más tenni, mint valószínűleg kell mondania. Tehát azért... Nálunk hát. Kicsit szerencsésebb fejlődési történelmi országokban, igen. Azért szerintem igen, ebből nem lehet kérni, valószínűleg fog mondani. Hát ez hogy? Igen. Azt nehéz elhitetni, hogy nem tudtam róla. Átjúltak a fejem fölött, a maga fejem fölött vezérigazgató úr. Hogy ezt az opelesek rakták bele. Igen. Ez, ha nem mond le, nem mondatják. Megtaláltuk a beépített opeles ember. És egyébként a csapatuk a Wolfsburg tegnap nagyon súlyos vereséget szenvedett a Bayerntől, úgyhogy több sebből vérzik most. És Istenem, egyik tragédia a másik után. Igen. Csabi, kám, remegzenék lesznek? Az audienciális óhajszervizben, erre gondolsz? Vagy... audienciális óhajszerviz, de jó vagy. Kensington, akik egy holland csapat, nagyon szeretik őket itt Magyarországon. Igen, nyáron kétszer is. Igen. Ja. Uh-huh. Itt is voltak a stúdióban. Találkoztál azokkal, akik szeretik? Mondták neked, vagy csak... Nekem be szoktak telefonálni ezek az emberek, tudod? Csabi, imádom a Kensington. Igen, szoktak telefonálni, és így elmondják. És most visszatérnek novemberben egy lemezbemutatóra, november 9-én, és akkor majd hallhatjuk élőben is azt a klassz slágert, amit most ajánlok nektek, Riddles. Nagyon jó dallamok, ilyen nagy ívű. Jó, ilyen kicsit rockos, nem mondom, hogy szintiszta rockzene, de az a jófajta hallgatható. Meghallgatjuk. Amit ajánlok nektek. Meghallgatjuk. Jó. Hát te mondod. Jól van. 3 perc van pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, itt lehet dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.